Még az is lehet, hogy meglepetés lesz. Tehát majd meglátjuk, hogy időben hogyan dolgozunk. Sokkal több témánk van most már, mint amennyivel mi Pesten annak idején indultunk. Tehát itt ne felejtsük el, hogy közben érnek a dolgok. Hát én sem állok le, meg aztán hát vannak a hallgatóságban is olyanok, akik kedvet kaptak, és hát hozzásegítenek ahhoz, hogy ezek a témák hát kiteljesedjenek. Így például örömmel jelenthetem, hogy Pesten még csak a kőszívű ember fiait elemeztük, de közben már az aranyembert is sikerült, mert addig-addig nyüstöltek, hogy még egyet, amíg így magánszorgalomból aztán az aranyember is elkészült. Tehát mondom, a repertoár bővül, de nem akarom ezt a végletekig hát visszajönni itt a türelmükkel, csak jó, ha tudnak róla, hogy lehet esetleg választani. Tehát például vagy az egyiket, vagy a másikat, most már van választék. Nyilvánvaló, hogy Jókaiból nem fogjuk mind a kettőt részletesen elemezni, de azt nem árt tudni, hogy egy-egy ilyen remek műnek az elemzése olyan esetben, hogyha úgynevezett egy szerzős, vagy egy műves szerzőről van szó, ilyen például Madács, aki hát nyilvánvaló az ember tragédiával torony magasan fölé emelkedett minden más művének, vagy amilyen a Bánkbán volt Katona József esetében, ott csak önmagán belül, a művön belül tudunk összevetéseket alkalmazni, illetve a feltételezésünk próbáját magából, a műből kell hát kigazdálkodni. De ha valakinek több regénye van, és olyan művelt és sokoldalan művelt szellemiség, mint Jókai, hát ott majdhogy nem kutya kötelessége az embernek, hogy megnézzen több regényét is, hogy amit az egyikkel kapcsolatban fölismert, az a többinél is jelentkezik-e, vagy egy egyedi, egyszeri jelenség, aminek hát nem sok valószínűsége van, ha valaki ilyen hát magas rendű szellemiség. Én magam meglepődtem, ugye Jókait mi a nagy mesemondóként kezeljük, és kicsit olyan válveregetően, hogy na hát azért már elavult, hát nem avult el semmit, mi avultunk el, az a gond. Tehát mi az olvasótársak? Tehát fele annyit nem tudunk hasznosítani egy általános műveltségből, mint az egykori olvasók. Egyszerűen nem mozdul meg bennünk semmi. Ő írja a maga mondatait azzal, hogy majd ezt meg azt meg amazt a pontot megérinti az olvasóban. Bennünk már semmit nem érint meg. Miért? Mert azok a pontok helyén ma már beat-énekesek vannak, aztán nem tudom én, iraki háború eseménye van, tehát teljesen indiferens dolgok vannak, amik már egyáltalán nem rezonálnak. Nem rímelnek rá azokra a hát kihívásokra, amelyek egy-egy Jókai regényben vannak. Tehát ezeket kell egy picit újra föléleszteni magunkban. Na most kérte kedves barátunk, aki nem volt itt az első alkalommal, hogy fussunk át legalább a történeten, hogy emlékszünk, még egy nagyon rövid leírást idéztem én a múltkor, hogy legalább tudjuk, hogy hol tartunk. És azok is, akik itt voltak a múltkor, talán nem haragszanak meg, hogyha még egyszer átszaladunk rajta, és ott kapcsolunk rá aztán majd a bővebb elemzésre, ahol tartottunk a múltkor, ahol abba hagytuk. Tehát az első felvonás, és egyáltalán, hogy minek alapján ismertetem, nem győztem eddig sem, eztán sem dicsérni a Matura sorozatot, amelyben úgy szóval minden itt elemzett témánk már megjelent, legalábbis hát az eddigiek közül a legfontosabbak. Na most ennek a szerkesztője és a jegyzetek összeállítója Kerényi Ferenc, és ennek az a nagyon nagy előnye, hogy a kort is elég bőségesen dokumentálja, amelyben a mű létrejött, a szerzőnek az élettörténetét is, de nem terjengősen, tehát nem úgy, hogy azt ne lehetne egyszeri rákészüléssel hát magunkévá tenni, ezért tudom javasolni, és elvileg ez még kapható. Tehát ez egy, azt hiszem a tankönyv kiadó adta ki annak idején, tehát az Ikon kiadó adta ki pontosabban. Na most ebben a vezérfonal a mű elemzéséhez címmel szokott lenni egy ilyen rövid tartalmi kivonat. Az első felvonás így szól. Emlékszünk talán még, ezt 1830-ban fejezte be, és 1831-ben jelent meg először. Ezek azért mondom el, mert nem lesz benne a tartalmi ismertetésben, 27-ben kezdte el írni.
És az az érdekes, hogy az első négy felvonás szinte egyszerre kiszaladt a tollából. Tehát megmaradt ez az ős kézirat, ami úgynevezett autográf, tehát saját kezével írott. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert utána ezt barátaival lemásoltatta. Tehát ezt tudjuk, ez külön foglalkozás volt régen, nem csak a kottaírás, hanem az is, hogy ronda szerzői kéziratokat tele javítása, azokat hát nem számítógépbe írtak be, ahol bármit javíthatok bármikor, hanem azt szépen le kellett tisztázni. Ez egy foglalkozás volt valaha. Nem tudom, tudjuk-e, hogy például Jókainak az első írásait ki írta le szép írással? Petőfi, bizony, Petőfi. Tehát ez barátilag is megtehető volt, mert elég komoly summa volt egy ilyet leíratni valakivel. Na minden esetre ez az autográf, tehát saját kézírásában megmaradt szerzői példa, ez különlegesen értékes, és ez bizony úgy néz ki, hogy már 27-28-ban megszületett, és a negyedik felvonásnál leállt. Majdnem ugyanott, ahol mi leálltunk a múltkor. Tehát ezek ennyi szaladt ki egyből a tollából, és miért hagyta abba? Nem azért, minthogyha kifogyott volna a tinta a tollából, vagy mintha az ihlet elapadt volna, mert eléggé logikusan következik az eddigi négy felvonásba az ötödik, hanem miért? Azért, mert ő is piacról élt. És kapott egy lehetőséget Kisfaludy Károlytól, nem tudom, hogy be tudjuk-e helyezni a korba Kisfaludy Károlyt. Ő elég röviden élt, és nagyon aránylag kevés művet hagyott ránk, de hallatlan jelentőségű valaki volt. Hát róla nevezték el Kisfaludy Társulatot, ami aztán nagyon sok mindent pártolt az irodalmunkban. Tehát Kisfaludy Károly akkor éppen egy folyóiratot szerkesztett, és fölkérte, hogy írjon egy elbeszélő költeményt. Na most ez elég szép summát jelentett annak idején, és megélhetési gondjai voltak Vörös Martinak. Ezt azok megnyugtatására mondom, akiknek ma megélhetési gondjaik vannak, attól még lehetnek nagyon nagy szellemiségek, sőt, majdnem azt mondom, hogy lassanként a feltétele lesz annak, hogy valaki nagy szellemiség legyen, az, hogy meglehetősen sanyarú körülmények közt él. De ez már Vörös Marti korában így volt, és akkor félretette a kéziratot, megírta az Eger című elbeszélő költeményét, és utána elszállt az ihlet, ugyanis van ilyen. Hát nem tudom, hogy kerültek-e már ilyen helyzetbe. Az ember benne van egy lendületben, nagyszerűen jönnek a dikciók, tehát a párbeszédek, és akkor jön egy másik irány, például, hogy fiacskám, már kész van az ebéd, hát gyere már, eddig várjak rád. És akkor az ember azt mondja, jó, megyek enni, fiacskám. Elmegy enni, utána vissza, ő telegyomor, nem megy tovább, kész, leállt. Tehát nem lehet egy lendületből kihozni az illetőt, lehet, hogy hónapokig nem tudja folytatni. Tehát minden esetre őnála ez bizony belekerült, ugye 27-től 30-ig, hát 3 évbe belekerült. És csak utána jött abba a helyzetben, hogy na most akkor megint megindul a tollam, és akkor megírom az ötödik felvonást. És utána természetesen megint egyből kijött. Na ennyit erről akkor, és akkor most az első felvonás. A sokfelé bolyongott, de az álmaiban élő leányt meg nem talált Csongor hazaérkezik szülei kertjébe. Itt hozzátettük a múlt, hogy nem leányt keres. Ez nem egy ilyen nővadász, hogy mondjam, aszfaltbetyár, hanem a dicsőt, az égi szépet. Most az a gond, és ezt most tényleg csak zárójelben, és az elején mondom el, hogy már a legkiválóbb elemzőink, tehát tényleg Kerényi Ferencről csak a legjobbakat tudom elmondani, már ő sem tud másba gondolkodni, ha a dicsőt és égi szépet hall, akkor ez számára a jó nő. Hát szóval hihetetlen. Annyira alászállt a tájékozódásunk színvonala, hogy el se tudjuk ki, mert persze, hogy egy fiú normális, hát akkor nyilván elsősorban egy nőnek a vonzására indul el az égi szép és a dicső felé. De ez nem azt jelenti, hogy a jó nőt keresi. Természetesen, mondom, ha egészséget, ma ez is össze van kuszálva, mert mit lehet már tudni egy fiúról, hogy kit keres? Hát ha karriert akar, akkor valószínű éppen fiút fog keresni, és nem nőt. Tehát ez azt jelenti, hogy nem jó ezeket a dolgokat leszállítani. Valóban egy eszményi szépet keres, és itt rögtön egy tanúsággal le is zárhatjuk ezt a kérdést. Azzal, hogy ha nagy igazság lesz, kedves egészségére, még megelőlegezte a tüsszentéssel, tehát azt, hogy bizonyos dolgoknak, ha én nem az eszményi
hát hogy mondjam, csak megvalósulását keresem, hanem azonnal a legalacsonyabb síkon, akkor soha nem fogom megtalálni. És ez ifjúkorban dől el. Tehát ha nem tudja elég magasra tenni a mércét, akkor a legalacsonyabb mérce szerint itt se fogja megtalálni. És ennek a kora éppen az ifjúkor, amikor nem lehet elég magasra tenni a mércét. Na most az a gond, hogy az ember, most ezt tényleg magunk közt mondom, inkább a férfiaknak, hogy az ember hol téveszt? Ott, ahol nem veszi észre, hogy jelenleg ezt a mércét a női társadalom nagyon alacsonyra teszi. Miért? Azért, mert rengeteg oda nem való, igazán nem eszményen szép, de belülről ronda nő egyszerűen elárasztotta ma a társadalmat. Ez azt jelenti, hogy mesterségesen le van szorítva a mérce. Holott ezt tudni kell, ezt már tényleg a nőknek is tudni kell, amilyen a nőnek a mércéje, olyan lesz a férfi. És itt ez nem vice versa, ez nem olyan, hogy reciprok dolog. Amit a nő elvár, azt fogja a férfi teljesíteni, és nincs mese. Tehát ha ma ilyen durva, ilyen bunkó a férfi társadalom, ez a nők bűne. Tessék felemelni a mércét, és akkor olyan lesz a férfi. Erre a mércére nem is érdemes elindulni. Tehát az, hogy ennyi férfi beéri a férfivel, vagy a pornófilmmel, az annak a következménye, mert semmiféle követelés nincsen. Egész egyszerűen nincs. Tehát a dicsőt, az égi szépet keresi minden normális fiú, helyette kap egy, mit tudom, egy altesti kínálatot. Kész. Tehát ezzel nem lehet pótolni. Na, minden esetre elindul hősünk, és ő valóban az eszményi szépet keresi. És ezért van az, hogy az a szerelem, amivel majd a végén befejeződik, tehát az utolsó énekben ugye a darab befejeződik, az ennek a dicsőnek, az égi szépnek a megtalálását hirdeti. Ébren maga van csak az egy szerelem. Ez az utolsó sor. Ugye, na most mi ez a szerelem? Ez ma hát mi? Hát bementek ugye a bokorba, és ott már senki se látja. Hát nem. Hát pontosan arról van szó, hogy a szerelem még a 19. század közepén is magyar nyelvben a legmagasabb szintű szeretetet jelentette. A legmagasabb szintű. Tehát amikor az eredeti fordításban, nem a modernizált fordításban, amikor a Jézus megkeresztelése után, ugye leszól az atya, ő mit mond? Íme az én szerelmes fiam, régiesen fogalmaz a szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. És ezt legalább kétszer elmondja, mert ugye van egy korábbi alkalma is, amikor elmondja, és amikor mondjuk egy balladánkban, a Budai Ilona balladájában, amit valószínűleg ismernek, tehát amikor a gyermekeit elhagyja, mert hallja az ellenség vonulását, és inkább a kincseit menti, ez egyik balladánk, akkor úgy imádkozik, hogy Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Hát ez visszatérő fordulat, mesékbe hányszor fordul elő. Tehát ez a legmagasabb szintű szeretetet, ezt keresi a hősünk, és ezt találja meg a végén. És ezért van az, hogy ők szépen bemennek a fa lombja alá, és közben ez hallatszik. Ugye, éjfél van, az éj rideg és szomorú, gyászosra hanyatlik az éj ború, jöjj kedves örülni az éjbe velem, ébren maga van csak az egy szerelem. Igen, ez maga az isteni szeretet. Tehát végül is megtalálta. Most ha ezt az ember nem tudja előre, hogy mit jelentenek ezek a szavak mondjuk ebben a korban, akkor természetesen mindent a legalacsonyabb szinten kezd el. Értem, ez egészet nem érti, meg így lesz pessimista darab például ebből a darabból. Hát egyfolytában úgy értelmezik, hogy jó, már elveszett az egész világ, már csak a szerelem maradt. Mi az, hogy csak a szerelem? Megőrültél? Mi az, hogy csak a szerelem? Hát ebből a szerelemből született a világ. Hát pontosan ezt keresi. Hát mi az, hogy csak az maradt? Egy sötét világban pontosan azt találta meg, ami a lényege, amitől élni tud. Tehát egyáltalán nem, hogy nem pessimista a darab, hát ennél optimistábbat az ő korában, ami gyakorlatilag a mi korunk is. Hát ebben egyszerűen mondani se lehet. Nem, hogy megtalálni. Jó, akkor ennyit erről bevezetésül. Tehát
meg nem találta ezt az eszményt, hazaérkezik szülei kertjébe, ahol virágzó almafát talál a kopár boszorkány dombon. Az alatta megkötözve ülő boszorkány mirigy elmondja Csongornak a fa csodáját. Az ifjú kiszabadítja mirigyet, de az jóért rosszal fizet, bosszút esküszik ellene. A lombsátor alatt elrejtőzött Csongor elszunnyad, tündere átalál. Emlékszünk, még megbeszéltük a múltkor, hogy vajon itt egy önmagáért való rossz működik mirigyben, vagy valami kihívja ezt a rosszat. Ilyenkor mindig egy kicsit új szempontból tárgyaljuk, de azért erről már esett szó. Tulajdonképpen olyan nincs egy drámában, és ne felejtsük, Vörös Martin nagyon képzett dramaturg volt. Hát ezt említettem a múltkor, hogy tagja volt annak a dramaturgiai testületnek, amelyik egyébként az ő távollétében nem javasolt előadásra a darabját. Tehát ő nagyon is képzett volt dramaturgiai szempontból. Olyan vétséget ő nem követ el, hogy ingyen rosszat beiktatna a dramaturgia. Ilyen nincs, hogy ingyen rossz. Valami ért rossz valami, és azt a rosszat mindig a saját hibánk hívja ki. Tehát, ha egy hőssel valami baj történik, az sohasem kívülről jön, mindig egy belső tulajdonsága hívja ki, amire eddig nem figyelt. És ez a baj, ez figyelmezteti arra, hogy van egy megdolgozatlan tulajdonságunk. Azon még dolgozni kell. Most mi volt ez a... Emlékszünk még a múltkora történet, egy komoly nagy párbeszéd zajlik itt le, ami fokozatosan kihozza mirigyből a gonoszságot, tehát hiába szabadítja ki őt a láncaiból, le volt láncolva a fa törzséhez. Mi hívja ki belőle ezt a fröcskölő gyűlölködést? Hát akkor... Hát aludt a társaság, az kétségtelen, de legalább jót aludt. Tehát lényeg az, hogy ez a fennhéjázás, tehát az a fajta, nem azt mondom, hogy nagy képűség, mert ezt ma így érzékelnénk, hanem az a büszkeség, ami már sérti a másikat. Tehát ahogy megjelent Csongor, ennek a végsőkig megalázott öreg asszonynak már az maga, hogy ő fiatal. Az öreg asszony meg öreg. Ő csinos, fiatal. Hát ő meg a legkevésbé se csinos, és nem is fiatal. Tehát akkora a kontraszt, hogy ezt nem szabad fölénnyel megfejelni. Na most ez a fölényeskedés nagyszerűen jelzi a szövegben, hát ezt persze föl kéne olvasni most az eredetit, de nagyon fontos tudni, hogy nem szabad fölényesnek lenni. Vannak bizonyos ajándékok, amiket mi kaptunk, mint egyének, szépséget, kedvességet, jómodort, és itt tovább kaptunk a környezetünktől, megint jó nevelést, és itt tovább, és kaptunk egy magyarságot, ami eleve óriási ajándék. Tehát ezzel nem szabad visszaélni. Tehát az, hogy én elkezdem letótozni, leoláhozni, lerácozni, mit tudom én, és ezt éreztetem is vele, nem jó. Ez biztosan meg fogja bosszulni magát. Tehát ha én egy koldushoz hozzámegyek, akkor lehetőleg én ne legyek díszmagyarba, és ne így beszéljek vele. Igen, mennyit adja? Na, maga már harmadik máma, aki idejött. Szóval így nem lehet adni. Egyébként se harmadik, hanem 33. Tehát ez valahogy... Úgy, hogy ez ne alázza meg őt. Na most ebben kell tanulni a Csongornak. És ezért lesz az, hogy Csongor bizony meg fogják alázni itt szépen. Egyik eset a másik után. Egészen addig, és orránál fogva fogják vezetni. És mindig ez a hiszékenysége, és ez a túlzott büszkesége fogja csapdába csalni. Na most nekünk erre különösen vigyázni kell, mert a magyart mindenki emiatt szidja elsősorban, hogy túlzottan büszke. Most, ha még nem is tudja, hogy nekünk tényleg jogunk is, meg alapunk is van a büszkeségre, akkor még ez különösen fájdalmas, mert egyszerűen sérti az, hogy nekünk van valamink, egy tartásunk, miközben neki meg nincsen. És ez már önmagában is sérelmes lehet. Most azzal, hogy mi elvesztjük a tartásunkat, semmivel nem lesz jobb a helyzetünk, ezt azért rögtön hadd tegyem hozzá, tehát nem ezzel lehet javítani a helyzetünkön, hanem a jóságot kell annak arányában, a segítőkészséget, a másik megértését, és a saját szabályai szerint való segítését. Ezt kell nagyobb mértékben gyakorolni, mert többet kaptunk. Hát nyilván nem a saját érdemünkért kaptuk, amit többet kaptunk. Tehát azt mondja, hogy
az ifjú kiszabadítja Mirigyet, de az jóért rosszal fizet, bosszút esküszik ellene. A lombsátor alatt elrejtőzött csongor elszunnyad, tündér áttalál. Mirigy hajfürtöt vág le a szintén álomba merülő tündérlány aranyhajából, hogy saját lányát azzal ékesítse, félrevezesse csongort. A felébredő szerelmes pár válni kényszerül. Na most emlékszünk még, hol jelent meg először ez a motivum, hogy öreg asszony, kitudva a hősnek, a fiatal, szép, gazdag hősnek a történetét és céljait, a saját lányát akarja elvetetni vele. A mesé... De nem a mesében, hanem a szép históriában bizony. Tehát ez volt az egyik új elem a szép históriában a meséhez képest. A mesében nem volt, ez az alak meg se jelent benne. Emlékszünk, ez az öreg asszony a mesében a legvégén jelent meg, de semmiféle lánya nem volt. Ő sípba fújt bele, és elaludt a hős. Emlékszünk még rá. Sehol ott semmiféle lány nem volt, akit majd hozzá akarna adni, tehát tündének a helyetteséül, vagy helyettesítéséül szemelte volna ki. Ez a szép históriának a leleménye volt, ezt vette át Vörös Marty a csongor és tündébe. Ezzel rögtön lehet érezni, hogy a mesének talán emlékszünk, még felrajzoltam itt a táblára a szinteket, ahogyan ezek a népköltészeti csoportok, tehát a népmesék, a balladák és a népdalok modellezik a világot. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ő a szép história szintjén modellezi a világot, ott már vannak társadalmi kérdések. Tehát ott már neki le kell horgonyozni a hétköznapi létbe minden helyzetet, be kell hozni indoklású személyi, illetve társadalmi indokokat. Na ilyen az, hogy én szeretném egy gazdag, fiatal ember adni a lányomat. Látom, hogy nagy különbség van az ő eszményeiben élő szépség, meg az én lányom között. Megpróbálom tehát művileg áthidalni ezt a nehézséget, és valamilyen értelemben csaláshoz folyamodni. Na, ez az, ami vele jár, hogy a mese szintjéről én lehozom a balladák szintjére, mert a szép história már a balladák szintjén van. És a csongor és tünde ugyanezen a szinten játszatja a cselekményét. Na, akkor nézzük, tehát a felébredő szerelmes pár várni kényszerül, tünde tündérhomba tér vissza. Na, de miért? Miért? Itt most kimaradt az indok. Emlékszünk még miért? Hát persze. Azért, mert Mirigy, ez a gonosz boszorkány, levágott egy hajfürtöt. Na, ez benne volt a mesébe is, de a mesében nem a saját lányát akarta vele fölékesíteni. Tehát itt egy dramaturgiai újítása van Vörös Martinak. Megvan a mesében a mozzanat, megvan a lány és az öreg asszony. Hát, hogy mondjam, helyettesítési művelete a szép históriában, ők a kettőt összehozza. És ilyen módon lesz a haj levágása annak az eszköze, hogy majd a lányát fölékesíti vele, és azáltal megtéveszti csongort, és majd ő a lányát fogja elvenni, és nem tündér. Na most mi lesz ezzel a lánnyal? Nézzük. Ilma csongort a hármas út középső ágához küldi. Hát itten pontosítani kell, ki küldte oda. Tünde küldte? Tünde így kihúzott a képből. Ha nem, kimaradt ott. Ilma bizony, Ilma, aki böske volt eredetileg, de mióta tündér lett, Ilma nevet visel. Ilma maradt le, és ő kezdett egy kicsit kokettálni, ugye földi nő lévén, csongorral, és aztán végül is elárult, hogy a hármas úthoz. Jobbra-balra szerte fut, a középső célba jut. Tehát ezt az útba igazítást, ezt nem tünde adta, ezt Ilma adta. Ilma tündének a nagyon magas szintű eszményi lét képviselőjének a földi megfelelője, mint egy árnyéka. Mint ahogy majd bejön a képbe az, aki csongornak lesz árnyéka. De még nincs képben, emlékszünk, itt még semmi nincs, még abszolút eszményi csongor. Semmiféle földi vetülete nincs. Az majd jóval később fog bejönni. Tehát minden esetre az ifjú hős újabb útra indul, anélkül, hogy szüleit fölkereste volna. A hármas út vidékén az ördög fiak élelmet keresnek. Na most ez a, ne felejtsük el, még nincsen árnyékunk, még teljesen naívak vagyunk, teljesen eszményiek vagyunk, csak a szépre gondolunk,
és megjelennek az ördögfiak. Na most ezt végigbeszéltük a múltkor, itt már kérdezhetek. Kik ezek az ördögfiak? Halantas ösztöneink. Na most ezek milyenek most? Egy szóval jellemezzük. Éhesek. Fiatal ember, ne felejtsük el. Fiatal férfi. Éhes. Vannak férfi ösztönök. Bármilyen furcsa hangzik ez jelenleg. Tehát vannak ilyenek, és ezek, amíg helyükre nem kerülnek, szerepüket meg nem találják, ezek bizony ördögi módon tudnak kísérteni. Hát ez most nem részletezendő, de nyilvánvalóan tudunk róla valamit, ha máshonnan, nem olvasmányélményekből. De lényeg az, hogy bizony éhesek. És ezért az éhségért, hogy kielégítsék, hát elég furcsa dolgokat is tudnak produkálni. Ezekkel itt találkozik először a hős. Miért? Mert elindult az eszmény felé, de ez az eszménye most már földön találkozott. Ugye? Ilma vagy tünde formájában, bent a fa alatt. Tehát azt jelenti, most már van fogalma arról, hogy milyen egy nő, amikor földön jár. Tehát magyarul azt is mondhatnám, az első csalódáson már túl van. De ezt csak zárójelben mondtam. Tehát földre ereszkedett ugye az eszményi szét. Minden esetre egy biztos, hogy itt abban a pillanatban megjelentek az ördögök. Miért? Mert már választási lehetőség van. Ugye? És akkor a férfi nem biztos, hogy elsőre telibe fog találni. Egyáltalán nem biztos. Nekem már panaszkodtak olyanok 40 éven túl, hogy ő még azért várja az igazit. Én meg tudom, hogy te soha nem fogod megkapni, te szerencsétlen. Hát nem tud föladni önmagadat. Tehát egyszerűen saját magadat várod, te nem azt a nőt. Hát egyszer nem tudod föláldozni ezt a büszkeségedet. Hát most nem fogom részletelni, hogy kire gondoltam, de lényeg az, hogy soha nem fog. Hát ez egészen egyszerű. Na, a lényeg az, hogy amíg ezt föl nem adja. Hát az nem könnyű. Na, tehát az élelmet keresnek, egy rókát kergetnek, mirigy elvarázsolt lányát. Most itt megint nagyon érdekes dologról van szó. Mirigy nem az egyenes utat járja, hanem ravaszkodik. Az a szó, hogy ravasz mit jelentett az ő korában? Tehát a rókának, az eredeti magyar neve a rókának, ez hogy ravasz. Róz, már még ilyen formában is találjuk leírva. Tehát a ravasz, Ravasz László püspök volt a két világháború között, református püspök. Ez a rókának a neve. Tehát minden esetre ez hát miért? Hát rengeteg fajta állatnévről neveznek el embereket. Tehát ez családnévként, ez egy nagyon ősi szokás, ez egy totemisztikus továbbélő szokás. Tehát lényeg az, hogy ha ő elkezd ravaszkodni, az mit jelent? Az ügyet, ami számára legfontosabb, a ravasság bőrébe öltöztetni. De olyan csodálatosan fejezi ki ezt, azt mondja, hogy minapában hogy kergettek, félelemből lányom arcát róka bőrbe öltözém át. Tehát ez annyira gyönyörű, egyébként az ember legszívesebben végigolvasná, mert olyan csodálatos nyelven ír Vörös Marti, hogy hosszan utána ilyen nyelven nem tudtak írni. Egyszerűen más felé orientálódott a magyar irodalom, tehát nem a nyelvi zengő szépség irányába, hanem inkább a tartalmi, formák kidolgozása. Tehát olyan ügyek, amik a magyar szabadsággal kapcsolatosak, vagy a társadalmi változásokkal kapcsolatosak, sokkal inkább a tartalmi kérdések felé lögdösték a költőket. Hát néha Petőfinek olyan versei vannak, hogy az ember nem hiszi el, hogy ezt ugyanaz írta, mint a szeptember végén. Tehát ami egy csodálatos remek, tehát tényleg egy világirodalmi remek. De közben vannak egészen ócska, majdnem azt mondom, hogy fűzfa poéta szerű versei, viszont rendkívül aktuális tartalommal. Tehát az abban az időben egyszerűen elsikkadt, hogy hát azért ennek valahogy hangzania is kellene. De ez a legnagyobb verseny természetesen nem érvényes. Tehát a legnagyobb verseny tényleg a világ legszebben hangzó és legcsodálatosabb versei közé tartoznak. Na tehát, mirigy elvarázsolt lányát kergetik, végül is megeszik. Na most ez mit jelent? Az ördögök eddig csak éhesek. Innentől kezdve megették a rókát, milyenek lesznek? Ők maguk is ravaszok. Most ennél nincs rosszabb. Tehát amikor a rossz, még ráadásul ravasz is. Tehát ha a rossz az buta, akkor aránylag könnyű leszerelni.
Ezért nem kell félni a politikusainktól. Tehát ez azért nagyon fontos dolog, mert igazán veszélyes az csak a ravasz gonosz. De ha egyszerű megeszi a ravaszt, akkor ők most már ravaszok. Na most a ravasz gonosz egyetlen mentsége van, vagy hogy mert egyetlen módon szabadulhatunk tőle. Hogyan? Úgyhogy bízhatunk benne, hogy egymást fogják kinyírni. És a rókát megevett ördögök pontosan ezt teszik. Marakodva vesznek, ugye megátkozzák őket. Miért? Mert a saját tulajdonságát, a ravasságot elvették tőle és megették. Innentől kezdve hiába ravaszkodik Mirigy, egyetlen egy húzása se fog beválni. Elették előle a ravasságot. Tehát kénytelen majd keresni egy másik szemét, ez lesz majd Ledér, hát már találkoztunk vele, tulajdonképpen ezekkel már mind ismerősek vagyunk, és őt ezzel a bizonyos levágott hajfürttel fölék, és de miért? Mert megették a lányát. Tehát neki ez tényleg tragédia. Hát persze az ördögöknek is. Az ördögfiak megfogták, megették a rókát, amiért Mirigy megátkozza őket, aminek következményeképp összevesznek öröklet javaikon, a bűvös bocskoron, az ostoron és a paláston. Hát ezek végig vonulnak. Már lehet látni, az egész árgyilos történetben kulcs szerepük van. Emlékszünk, még a mesében is megjelentek. Megjelentek egy kicsit más dramaturgiai helyzetben, de megjelentek a szép históriában is, és mindenütt kulcs szerepük volt. Tehát vannak kérdések, amiket egyszerűen nem lehet földi közlekedési eszközökkel megközelíteni. De ahhoz, hogy emelkedni tudjunk, emlékszünk még, mi volt ez az ostor, bocskor és a köpeny? Na? Hát, az az igazság, hogy egy jó alvás sok mindent megér. De ha közben figyelünk, néha azért megmaradnak ilyen dolgok. Emlékszünk még, az ostor az így néz ki. Na most, ha azt akarom, hogy csattanjon, akkor ennek a huroknak létre kell jönnie. Különben nem csattan. Tehát sok bamba német turista jön ide, és akkor elkerül a hortobágy, ennek tanúja voltam. Kezébe veszi a karikást, és akkor elkezdve a hadonászni. Ki is veri a jobb szemét? Ott kezd. Akkor biztatja az ember, hogy vegye át a bal kezébe, hát ha jobban sikerül. Tehát minden esetre egyszer képtelen megjegyezni, hogy ha erre indítottad, akkor utána visszafele kell húzni. De másképp nem lesz hurok. Tehát nem lesz, ami csattanjon. Na minden esetre, ha így le, és így tényleg meg is jelenítik, tehát van ilyen ábrázolás a magyar népművészetben, most én mit jelen? Mi, minek? Hát a bak természetesen. Hát ez így néz ki. Tehát ez ennek a jele. Csak mozgásdiagramként. Na most minek a jele? A bocskor. Hát emlékszünk, még adva van egy emberfigura, hát ez egy kicsit szebb kellene, hogy legyen. Akkor itt van a kos, itt a nyakán áll a bika, emlékszünk még rá. A két keze, ami így jön széjjel, az az ikrek. Akkor utána jön a gyomra, amelyik földolgozza a dolgokat, az a rák. Akkor a szíve, ugye emlékszünk még, merre vagy te? Itt van. Jó, valahol. Az az oroszlán, hol van az aratószűz? Az egész bélrendszer egyetlen aratószűz. Maga a jele olyan. Ez aratószűz, mérleg az alsó függesztőkészülék. Ugye a skorpió, ezt le se rajzolom, úgyis kitaláljuk. Tehát az a skorpió, különösen mikor így fölfelé. Utána a nyilas, az a comboknak felel meg. Ugye ez a nyilas, a bak. Térd, úgy van. A vízöntő az innen idáig. Hát persze, itt vagyunk a halaknál. Tehát az azt jelenti, hogy az egyik a bak, másik a halak, és akkor vajon mi lehet a köpeny, ami már elárulódik, már a szép históriában. A mese ezt nem hangsúlyozta. Legalábbis az a változat, amit mi ismerünk, tehát Illyés Gyula földolgozása. De már a szép história. És mit tesz ez a köpeny? Láthatatlaná tesz. Tehát mit? Csak a vízön. Természetesen. Tehát a fogható anyagi minősége föloldódik egy láthatatlan, mégis működő személyiségé. Tehát ez pontosan a vízöntő sajátossága. Tehát ez azt jelenti, hogy ez csak ha három együtt van, akkor használható. Miért? Mert ez maga a vízöntő paradoxon. Tehát az, ami jelzi, hogy sem ezt külön, sem ezt külön, sem ezt külön nem lehet értelmezni. Mert a vízöntő egyik része átömlik a bakon, másik része átömlik a halakon, önmagát meg nem lehet kivonni.
Tessék fölnézni egyszer az égboltra, amikor megjelenik a halak bizöntő bak. Hát ez nyáron jelenik meg, nem ilyenkor, mert ami most a nap mögött van, az éjfélkor jelenik meg velünk szemben. Tehát ezért van az, hogy nyáron jelennek meg a téli csillagképek éjfélkor. Tehát azt jelenti, hogy olyankor lehet a nyilas csillagképet, a bakot, a vízöntőt, a halakat látni, és ez azt jelenti, hogy nincs a vízöntőnek. Ha a vízöntőt levetítem, ez egy hatalmasan szétáradó csillagkép. Ha azt én levetítem az ekliptikára, aminek az ismertebb neve az állatöv, hát akkor egyszer a halakba mélyen belenyúlik, másik oldalt meg a bakra, egész a fejéig. Tehát ilyen nincs, hogy önálló vízöntő hatás, vagy önálló vízöntő egység. Egyszerűen nincsen. De ezt én hiába magyarázom egy csillagásznak, nem, ő már elhatározta. Miért? Mert a csillag térképen ez be van keretezve, vannak a határai. Csak ez levetíthetetlen az állatövre. De abban a pillanatban, hogy levetítem, kiderül, hogy ez csak a három együtt értelmezhető. Tehát, ha én ezt nem tudom egyesíteni, ezt a hármat, külön-külön nem tudom semmire se használni őket. Ez a titka annak, hogy ő meg tudjon emelkedni, a hétköznapi gondok fölé tudjon emelkedni. És akkor tud, hát ha nem is egészen a célhoz, de nagyon közel a célhoz elérni. Mert nem a célhoz azért ez nem vezet. Ez egy hogy mondjam, alapvető tudnivaló. Ez erre mondják sine qua non, tehát valami, ami nélkül nem megy a dolog. De ez még nem önmaga a célhoz érés. Egyikben sem ezzel ért egészen a célig, csak a közvetlen közelébe. Na tehát minden esetre összevesznek ezen a bűvös bocskon, és ezzel vége az első felvonásnak. Tehát látjuk, tulajdonképpen minden exponálódott. Az első fölvonásig gyakorlatilag mindent, azt is tudjuk, hogy aki a dicsőt, az égi szépet keresi, annak majd meg kell küzdeni ezzel a problémával, és egyelőre csak exponálódik. És hát bizony le kell majd szállni a földre, mert még most nincs a földön. Tehát itt ő belőle még hiányzik az, aki már tündében megvan, Ilma. És ezért még bizony meg fogja ütni a bokáját még egy párszor. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy én nagyon eszmei vagyok, engem nem érdekelnek a hétköznapi gondok, akkor az nagyon meg fogja ütni ám a lábát. Tehát azt mondja, én már elszálltam, én már levitálok. Én már egy egész sereg ezoterikus tannak birtokában vagyok. Ne. Semmi értelme nincs ennek birtokában lenni, ha nem tudsz a földön segíteni. Tehát ahhoz le kell szállni a földre. És ha azzal nincs kapcsolatod, hát akkor megnézheted magad, el fogsz ám szállni gyönyörűen, csak mikor visszajönnél, nem tudsz hova. Tehát második felvonás következik. Az odaérkező csongor már mint a hármas útra. Tehát lehet látni, ez a hármas út, ez voltak éppen az én háromféle tájékozódásom. Háromféle lehetőségen, na most vigyázat, jelenleg ki van ezen a hármas úton? A három ördögfi, aki nem tud egy problémával megbirkózni. Ez mi ez a három ördögfi? A három útam egyelőre mind a három rossz. Mind a három rossz. És mint azonnal kiderül, ezt nem lehet ravassággal megoldani. Mert azt hinni az ember, olyan korba születtünk, ahol káini törvények uralkodnak. Tehát ha én vagyok a ravaszabb, én fogok a karrier vonalán elindulni, ha ő a ravaszabb, akkor ő fog engem legyilkolni, és ő lesz a sikeres. Jelenleg ezek a törvények uralkodnak a világban. És ezek a darab végéig uralkodnak. Tehát éppen ebben kell megtalálni a dicsőt, az égi szépet, és rádöbbenni a végére, hogy ez az, ami ébren maga van, csak az egy szerelem. Mert az ébren van. Egyébként éjfél van, ha nem vettük volna észre. Tehát az a három út, amit az ördögök szállnak meg, egyelőre biztosan rossz. Tehát azt jelenti, hogy ő odaérkezik, és megpróbál valamelyikkel. Egyébként nem tudom, emlékszünk-e még, a három ördög egyforma? Nem ám. Tehát az, hogy jobbra-balra szerte fut, a középső célba jut, melyik itt a középső? Emlékszünk még, így hívják őket, duzzok, kurrah, berreh. Melyik fog célba futni? Emlékszünk, az egyiknek van egy különleges képessége. És ez már megvolt a szép históriában is.
Ez pedig az, akinek a neve Kiri ebből a hármasból. Melyiknek Ríki? Duzzognak. Mert azt mondanánk magunkba, duzzogva, hogy nem tudott már egy olyan harmadik nevet kitalálni, mert Kurrah Bereh után, mit tudom én, Marrah például. Hát milyen szép lenne ez. Oho, de nem, nem egyforma szerepük. Duzzognak az apja egy különleges képességet ajándékozott. Mi volt ez? Ő az egyedüli, aki a tolvajt le tudja hozni az égből. Ez már a szép históriában megfogalmazott, de ott még nem nevezték meg egyenként őket. Tehát duzzog az, aki le tudja varázsolni az illetéktelen utast. Le is varázsolja, hozzáteszem rögtön. Tehát ezt már a következő felvonásban végzi el. Tehát ez azt jelenti, hogy a három nem egyforma. Kettő nagyjából egyforma, Kurrah és Bereh, de duzzog az mindig valamivel többet tud, és ez egyelőre, ez a többlet tudás, ez a bizalmatlanságban fogalmazódik meg. A kettő már lépre menne. A duzzog az nem. Az mindig oda mondja, hogy tök kolop, amíg mi elfutunk, ez jól meglop. Tehát azonnal jelzi, hogy hoppá, itt nem kell akkora bizalommal lenni. De csak arra jó ez az ördögi tulajdonság, bármennyire is fölötte van a kettőnek, hogy valakit leszállítson. Arra már nem jó, hogy fölemeljen. Csak arra, hogy leszállítson. Most egy nagyon fontos dolog, mert a mai úgynevezett ezoterikus képességek legtöbb gyakorlója arra képes, hogy valakit megrontson, de arra, hogy megjavítson, arra nem. Tehát arra, hogy valakinek mondjuk bevágja az útját, azt meg tudja csinálni. De hogy valakit fölemeljen, azt nem. Saját magát sem. Tehát itt egészen plasztikusan rajzolódnak ki olyan tulajdonságok, amik hát jó ördögben fogalmazódnak meg, de hát tényleg ördögi tulajdonságok. Na akkor nézzük tovább. Odaérkező csongor föllép a hármas útra, ahonnan rálát a világra. A három vándor, a kalmár, a fejedelem és a tudós egyformán kineveti, amikor tündérhon iránt érdeklődik. Hát az ördögöket kik váltják föl, ezt megbeszéltük részletesen a múltkor. Ne tagadjuk le, ott még ébren volt a társaság. Külön-külön néztem az arcokat, egész biztos, hogy ébren voltak. No, ezek az ördögi tulajdonságok váltanak át társadalmi tulajdonságokra. Az egyikből lesz a kalmár, másikból lesz a fejedelem, harmadikból lesz a tudós. Ezek kifejezetten ördögi tulajdonságok. Tehát egy teljességet, amelyik bennünk is él, meg körülöttünk is, mert az ember mikrokozmosz, tehát kicsi mindenség. Azt fölszabdalnak, és mindegyik a saját önző érdekei szerint használja ki a végletekig. Ilyen módon egyszer a kalmár, hát ezt nem kell ecsetelnem, mert ezt tapasztaljuk. Ez az úgynevezett jóléti társadalom, ami állandóan lendületben van. Tehát ez az, amit tényleg nem kell jelenleg hosszasabban leírni. A második a fejedelem, hát itt csavarjuk vissza mondjuk egész Mao Tse-tungig a történet, és akkor rájövünk, hogy a fejedelem hogy működik, amikor ő a saját önző érdekei szerint, a maga részleges érvényű elképzelése szerint elkezdi igazgatni a világot. Mondom, ismerjük még ezt a nevet, Mao Tse-tung. Jó, akkor nem részletezem. Hát mi azért csak áttételesen kaptunk belőle, de azért ne felejtsük el, nála nagyobb hatásfokkal az emberírtást soha nem csinálták még a történelemben, és reméljük nem is fogják. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, két egymást követő évben 35 millió embert nyírt ki. Legalacsonyabb szinten. Ezt csak azért mondom, mert mi a holokausztól állandóan eldobjuk magunkat. Nagyon helyes, természetesen, aki gondolja, dobálja csak magát. Tehát a lényeg az, hogy ott bizony két egymást követő évben. Ez volt az úgynevezett kulturális forradalom. És egyetlen tartományban, nem egész Kínában, ez csak Szecsuán tartománya. Igaz, hogy hát népesebb tartomány, és a legjobb eltartó képességű tartomány Kínában, de akkor is. Hát ez egyszer íberelhetetlen. Tehát ne is legyen még a legrosszabb álmunkban se olyan, hogy ezt egyáltalán valaki íberelni akarja. Minden esetre egy biztos, ez a fejedelem, amikor szabadjára engedi a saját
alantas részlegességekbe belegyökerezett érdekeit. És mi a harmadik? Hát azt hinnék, hogy na hát azért ezt már nem kellene azért sínfelni, hát azért a tudomány, hát az, na jó, csak tessék hallgatni majd a Minden Tudás Egyetemét. Majd akkor megtudjuk, hogy mi. Tehát itt azért nagyon pontosan lehet tudni, az, hogy a világ ma ilyen állapotban van, az a lebonyolítás vonalán, hangsúlyozom, a lebonyolítás vonalán egyértelműen a tudósok felelőssége. Egyértelműen. És itt nem csak az atombombáról beszélünk, nem csak az olyan tömegpusztító fegyverekről, amelyekről egyáltalán még sejtelmünk sincs, mert csak utólag kapunk egy néme ilyen zavaros beszámolót, hogy például ezt a cunamit mi indította el. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy bizony a tudomány a legsötétebb erőknek jelenleg a birtokosa. És semmiféle erkölcsi aggája nincs. Miért? Mert az erkölcs nem értelmezhető a számosságok síkján. Ami nem matematizálható, az jelenleg nem tudomány. Ezt jobb, ha tőlem tanulják meg. Ez alaptétel. Na most az erkölcsöt nem lehet matematizálni. Tehát magyarul a tudomány területéről már kiszorult, már réges-régen, már a felvilágosodás korától folyamatosan. Tehát semmi jelentése nincs. Na minden esetre ez nagyon jól tapint rá Vörös Marti. Meg kell mondjam, hogy óriási belső ráérző képessége volt. Ezt még analitikus módon nagyon nehéz lett volna ott az ő korában ennyire tisztán kiemelni a nagy változatosságból. Nagyon pontosan lát. Ezek a fő veszélye jelenleg az emberiségnek. Tehát az ördögi tulajdonságaink ezekben fognak kulminálni. Kulminálni azt jelenti, hogy csúcsra érni. Tehát ők jelennek meg, ezekkel szembesülni kell, és ne felejtsük el, hogy még mindig nem jelent meg az ő árnyéka. Tehát még mindig teljesen nyitott, teljesen tiszta és naív. Tehát mit csinál? Oda megy a Kalmárhoz, és megmondja neki, hogy hát én tündérhonban üdlakot keresek. Na most tessék úgy végig gondolni, hogy jelenleg mondjuk ilyen kormányfői szinten hogy reagálnának erre. Tehát bemegyek és megmondom, tündérhonban üdlakot keresek. Ugye hát nyilván ugyanúgy, ahogy ebben a darabban. Az egyik a zsebére jut, azt mondja, itt van tündérhon, itt van üdlak. Hát legalább őszinte, ez a Kalmár. Akkor a másik azt mondja, hogy állj be a hadseregembe, és akkor majd megtudod, hogy hol van, mert vagy ha ismered, akkor mondd el nekem, ha megtalálod, mondja ezt a fejedelem, és akkor majd meg fogom hódítani. Ugye, és akkor a harmadik pedig, hát az mondja, hogy hát kiszállt a kismadár. Ugye, tehát a tudomány számára ennek nincsen semmi jelentése. Majd utána még egyszer ő találkozni fog velük, hát ezt nyilván tudjuk már, mert erről is esett szó, és akkor már a tudósnak szállt el a kismadár. Tehát minden esetre még mindig teljesen kiszolgáltatott, még mindig nincs földi vetülete. Ugyanis a földi vetületünk az egyrészt, hogy milyen karikatúra szerűen mutatja, ami nagyon magasztos dolgaink, de ugyanakkor meg is véd. Tehát burkot alkot körülöttünk. Nem engedi, hogy közvetlenül a legmélyebb lelki síkon sértsenek a hétköznapi bunkóságok az életben. Tehát igenis szükség van erre a burokra. És ezt fogja majd, de bizony addig még sokat kellett szemben. Miért kell ennyit szemben? Miért nem kapja meg azonnal az árnyékát? Alszik a széken a kabát, szunnyadozik a hasadás. Szakadás, bocsánat. Máma már nem hasad tovább. Na miért? Túl magasan hordja az orrát. Érthető? Onnan nehéz leszállni. Nem találja meg a saját hétköznapi létét. Ha nem hordta volna mindjárt az elején olyan magasan az orrát, már rég megtalálta volna kit. Hát Balgát. Erről van szó. Igenis tessék Balgának lenni a balgaság keretei között. Vállalni. Különben nem tud két lépésre tenni. Hát az egyik kellemetlen meglepetés a másik után éri. Amikortól Balga megjelenik, minden kellemetlenségben Balgán keresztül jut el hozzá. Tehát szűrten jut el, és tulajdonképpen a nehezét a dolgoknak már Balga viseli el. De nem hajlandó, még mindig nem jött rá, hogy neki le kell szállni. Balgával hogy fog találkozni?
látja, hogy Balga föl akarja kötni önmagát, és elszakad a kötél. Tehát le kell szállni, érthető? Nagyon magasra tette föl Balga, mert Balgának meg az nem megy. Érthető? A balgasság nem tud fölvinni, csak úgy, ha fölkötöm magam egy fára. Hát ezt ne próbáljuk ki, állítólag ez egész jól megy egyébként. Tehát ő leszakad, a kötél leesik. Miért? Ott van a helye. És abban a pillanatban összeáll a kettő, és innentől kezdve nem kell félteni Csongort. Rengeteg megpróbáltatásban lesz még részük, de mindegyikben osztályosan lesz Balga. És a sűrűjét, elnézést, de a trutyinak, azt ő kell, hogy hát ugye elviselje, tisztogassa, és itt tovább. Tehát még mindig nem jött el. Na, akkor nézzük tovább. A tovább induló, tehát a fejedelem és tudós egyformán kineveti, amikor Tündérhon irán nagy igazság, kedveség is. A tovább induló Csongor utitását és szolgált alá Balgán. Hát itt meg kell jönnie. Itt meg kell jönnie Balgán. Itt tényleg nincs mese. A tündér élet Ilma férjének személyében. A felismert lábnyomok után indulnának, amikor az ördögfiak döntőbírónak kérik föl Csongort. Emlékezzünk vissza, ez jóval későbben van. Jóval későbben, mind a két, a mesében is, meg a szép históriában is. Tehát itt rögtön az elején, nagyon jó dramaturgiai érzékkel behozza ezt a rendkívüli utazást. Miért? Mert még mindig nagyon magasan szárnyal. Tehát azt jelenti, hogy innen olyan nagyon hirtelen nem lehet a földre jönni. Ez pedig égi utazás lesz. Hát ezt már tudjuk, mert hiszen a szép históriával kapcsolatban megtanultuk. Tehát abban a pillanatban, amikor ő elszedi az ördögöktől, emlékszünk még hogyan? De három hegy van ott a közelben, háromra fölfuttatja őket, és majd amelyik először ideérkezik, azért lesz a három varázsszerszám, és akkor egyedül már tudja használni. Na és ezzel most tulajdonképpen csalt vagy nem csalt? Na most ez egy nagyon fontos kérdés. Ezt ugye már múltkor is kiéleztük, de ez nem olyan dolog, hogy most rám néznek és azt mondják, ennek itten, ez most én vagyok, nem lesz jó, ha azt mondom, hogy csalt, inkább azt mondom, hogy nem csalt. Tehát ez nem totózás kérdése, hanem, na erről van szó. Tehát miről van szó? A ravasság, erről van szó. Hát mit ettek ezek? Rókát. Ravassággal akartok élni? Na hát én ravaszabb vagyok nálatok. Na most ezzel ő nem fog tudni messze jutni. Ezzel nem lehet üdlakig eljutni. Tehát üdvözülni nem lehet ravassággal. Tehát itt most egy nagyon-nagyon hát aktuális példát hadd mondjak. Lehet, hogy ez bántani fog embereket, akkor előre elnézést kérek. Ugye itt van egy halottunk most. Gondolom, hogy nem kell nevén nevezni. Elmegy Romániába. Na most én történetesen akkor utaztam át Románián, mindenféle utat lezártak, tehát nekünk nagy kerülővel kellett, akkor éppen Iránba mentünk, tehát át kellett volna utazni. Most az ember úgy megnyugodva gondolta, hogy hát ugye a katolikus blokk így nagy egységben csak Erdélyben van. És 99%-ban magyarok. Maradék, nem tudom én hány százalék, az is, szóval nem román magyarok. Mit tetszik gondolni? Betette a lábát Erdélybe, vagy nem? Na. Amikor ezt az ember, hát az első fölháborodását lenyelve megkérdezte olyanoktól, akik elég tájékozottak, mit mondott? Hogy ezt meg kell értenünk, mert ő meg akarta nyerni az ortodoxokat, tehát a románokat, és nem élezhette ki a dolgot azzal, hogy ő most Erdélyben... Na most akkor, ez ravasság volt? Ravasság. Köszönöm szépen. Mi lett? Na igen, jó. Hogy aztán az duzzog, vagy kurra, vagy bereg, az egy más kérdés. Tehát ezt azért kell megemlíteni, mert most ezeket még megbeszélhetjük. Utána ezek megint el lesznek tusolva. Tehát én tegnap a Magyar Hagyomány műhelyében összeírtam 7 olyan súlyos vétke van a magyarsággal szemben, amit én csak azt kértem akkor és most is, hogy az örök bíró legyen kegyelmesebb az ő irányában most, mint amilyen kegyelmes ő volt mi irányunkban. 7 rendkívül súlyos bűne van a magyarsággal szemben, és teljesen megmagyarázhatatlan.
csak egyházpolitikai, azaz ravaszsági alapon lehet ideig, óráig. Ha valaki azt hiszi, hogy egy románnak azzal, hogy ő a magyarokat nem látogatja meg, imponálni tud, az vagy semmit se tud a románról, és akkor az a baj, vagy pedig nem őszinte. Na most még egyet kell, hogy tudjuk, megőrizve minden jó emlékünket róla, kívánva neki a lehető legjobbakat, ha a bíró elé áll. De egyet tudni kell, a felvidéki magyarság már régen azért imádkozott, hogy vegye el őt a Jóisten. Miért? Mert ez nem lengyel, hanem szláv. És a pánszlávizmusnak soha a 20. században ennyire eredményes képviselője még nem volt. És ők a saját bőrükön érezték, hogy minden létező helyzetben mindig a szlávoknak kedvezett. És mert a szlávhoz jelenleg mentalitásban legközelebb az olá áll, tehát természetesen ő nekik is. Na most ennyit csak azért mondok el, hogy érezzük, ezeknek nagyon napi aktualitásuk van ám. Nem lehet a ravaszsággal semmit sem pótolni. Abban a pillanatban, hogy bevezetem a ravaszságot, én hiába száguldok a felhők fölött, mert azt fogja csinálni Csongor, abban a pillanatban bejön a gonosznak egy olyan tulajdonsága, hogy ő megrontani egészen eredményesen tud. Tehát mit csinál Duzzog? Leszállítja a levegőből, és még el is mondják neki, később már Balga mondja, amikor újra találkoznak, hogy minél magasabban repülsz, annál súlyosabb a zuhanás. Tehát itt nagyon kell tudni, hogy bizonyos szárnyalás típusokat óhatatlanul be kell vetnünk, hogyha a dicsőt, az égi szépet, ami a szerelemben kulminál, el akarjuk érni. De ezt nem lehet ravasság árán. Semmiféle fondorlattal, mert a legmagasabbról fogunk lezuhanni. Tehát itt nagyon fontos tanulság fogalmazódni, ha még csak a második felvonásba járunk. Tehát a ifjú versenyt futtat velük, majd az ördökkel, miközben maga repül el a bűvös eszközökkel. A visszatérő manok Balgát vonják felelősségre, és mikor sérülésére hivatkozik, kordéján indulnak Csongor után. Picit részletezzük, mert ebből nehezen érthető. Tehát miről van szó? Még egyszer térjünk vissza. Csalás volt ez, vagy nem? Úgy tűnik, hogy a ravasságot ravassággal ellensúlyozza, mert ő a ravaszabb, össze tudja fogni a dolgokat, és már érzékeli azt, amit ők még nem. Hogy itt csak együtt lehet használni, viszont azzal, ha együtt használom a három eszközt, azzal nagyon magasra lehet jutni. És közel egy eszményi célhoz. Még ő azt hiszi, hogy el is fogja ezzel érni. De ugyanakkor azt is kell tudni, hogy ez a három ördög, ha ő közben nem lép, akkor soha nem döbbent volna rá, hogy ez a három eszköz csak együtt használható. Tehát vigyázat, mert az ördögök szempontjából ez nem abszolút veszteség. Sőt, vissza is fogják kapni az eszközeiket. Tehát nagyon ne marasztaljuk el ezért Vörös Martit, hogy na hát most cserben hagyta az erkölcsét, nem hagyta cserbe. Hát ne felejtsük el, a saját ördögi ösztöneiről van szó. Ezeknek kellett végre megmutatni, hogy csak ha egyesíteni tudjátok ezt a háromféle tulajdonságot, akkor tudtok vele repülni. Az, hogy jelenleg ördögi szinten vagytok, hát persze, hogy nehezen fog menni, és ha én ebben akarom, tehát a ravaszságban a fölényemet érzékeltetni, megy a fölény, 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 még fölényebb. Mikor legfölényebb, akkor zuhanok legnagyobbat. Tehát tulajdonképpen neki elejétől végig egyetlen egy igazi vétsége van. És ez micsoda? A fölény éreztetésének a vétsége. Elejétől végig. És csak amikor ebben megszégyenül, ezt nyugodtan előrevetíthetem, amikor ugyanezek az ördögök fogják megkötözni őt a legvégén, csodálkozunk, miért nem veszi elő a kardját? Miért nem kaszabolja szét? Három ördögöt nem tud egyszerre levágni, micsoda vitéz ez? Nem, miért? Mert a saját tulajdonságai. És akkor nem fennhéjázik, nem érezteti a fölényét, hanem hagyja, hogy megkötözzék. Na ez az, amikor én az odaadó magatartást gyakorolom. És ez nem azt jelenti, hogy átadtam
adtam magam ördögi ösztöneimnek, mert az ördögök eltávoznak, és ettől kezdve őt soha nem fogják bántani. Tehát ez megint nagyon fontos tulajdonság, nem véletlen hangsúlyozom én az odaadás, mint olyan. Tehát az, hogy lejjebb tudja adni. Hiába tudja, hogy neki fölénye van, nem tudja alább adni. És végig ez lesz az ő drámai vétsége. No, az viszont kétségtelen, hogy amikor már tényleg ütlegekre kerül sor, ő repül és kimarad itt, balga. Balga. Na most, ha nincs balga, akkor ezeket az ütlegeket ő neki kéne elviselni. Tehát ezek őt közvetlenül nem sérthetik, hiszen jó szándék vezeti, és valóban nem tudnának ezzel a három szerszámmal mit kezdeni az ördögök, ha ő meg nem mutatja neki. Na de ez fizikai, földi értelemben bűn. Ezért valakinek bűnhődnie kell. És kinek kell bűnhődnie? Hát a testiségünknek. Tehát az annak, hát amelyik a saját előnyei érdekében használta ki. Na most nagyon érdekes balga a viselkedése, ugyanis hát itt a három ördög, amikor egyszerre rárohan, hát akkor ez nem valami vidámító helyzet, nem esik kétségbe. Egyáltalán nem esik kétségbe, hanem mit csinál? Azt mondja, földi dolgokról van szó, akkor egészen a földig hajol le. Tehát mi ezt annak idején gyerekkorunkban gyakoroltuk. Én nem hittem volna, de magam is gyakoroltam. Hát mindig van erősebb a környezetünkben. Az a baj, hogy mindig meg is talál bennünket. És még egészen kis koromban, lehetően 10 éve, még fiatalabb voltam, mint a gyermek, és meg kellett tanulni, hogy igenis az erősebb ellen is van védekezés. Nem igaz, hogy én teljesen ki vagyok neki szolgáltatva. És akkor mi történt? El kell tudni szaladni előle. Na most, ha én elszaladtam előle, akkor ő már fölényben van. Elkezd engem üldözni, én ráhajtok, és úgy teszek, mintha kétségbe esetten futnék, és utána mit csinálok? Egy pillanat alatt így összehúzom magam. Akkorát esik, de akkorát, most más kérdés, ettől még dühösebb lesz, de ezt ő soha nem fogja tudni kikes. Egyszer lehetetlen. Kész, engem is buktattak már itt, tehát tudom, hogy nem lehet úgy lefékezni. Mert csak én tudom, hogy melyik pillanatban fogok legugolni, és abban a pillanatban úgy esik át rajtam, hogy örülhet, hogyha nyakát ki nem töri. Na most ezt csinálja balga is. Tehát úgy tesz, minthogyha ha megrémülne és gyorsan lehúz, kucorodik, ezek ahányan annyi féleképp, de háromféleképp esnek át rajta. Most ezek után, miután kezdik vallatni, merre ment hát az urad, ugye, természetesen mit csinált az ördöghez kapcsolatban, mit tud csinálni, ő is hazudik nekik. És elkezdi mondani, hogy hát véletlenül elindult volna, és akkor beleakadt a lába a mocskorokba, fázott először, magára vette a köpenyt, akkor beleakadt a lába a bocskorba, mert botladozott, és hát kezébe kapta véletlenül az ostort, és akkor hát így hát erre mondták neki, ez olyan vastag hazugság, mint a fejed. Természetesen ezt is duzzog mondja neki. Tehát ő az, aki azonnal átlát a szitán. És innentől kezdve elkezdenék ugye karmolni és harapni. És erre mit csinál? Hát azt mondja, ja is, hogy vezesse őket. És erre mondja, hát összetört a lába, nem tudok, sántítok, és tovább sem. És erre mit csinálnak? Ott van egy kordé, ez egyébként az ő kordéja. Tehát a balgáj, odahúzzák, fölrakják rá, és befogják magukat a három ördög, és húzzák őt. Na most ez mit jelent? Ezen megoldódott, ő nagyokat vigyorogott, sőt, még el is mondja végszóként, hogy hát én vagyok a nagyobb úr, mert Csongor úr, akit közben lehívtak egyébként, nem látjuk a képben, de tudjuk, hogy lehívta őt Duzzog. Hát ő csak, nem is tudom, papucssal ment, de én meg, azt mondja, hintón, és nem tudom, három lovas hintón. Tehát megint mit csinál? Lejött a föld színére megint a fennhéjázás. Tehát az ember azt várta, hogy na most legalább már ez a balga nem fog majd fennhéjázni, dehogy nem. És még a főnökével kapcsolatban is. Ezzel zárul a második felvonás. Tehát itt már jelzi a dolog, hogy itt ebből nagyon nagy bukások lesznek. Szellemileg is fennhéjázik, ravaszkodva. Ez is ravaszkodik, ugye, mert kitolt most a három kis ördöggel, de ezt saját magával tolt ki.
Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minek a vonzása alatt állok a testiségem tekintetben? Ördögi vonzás, ördögi. Fog ez jóra vinni? Biztos, hogy nem. Egész biztos, hogy nem. Elérkezünk a harmadik felvonásba, itt kicsit gyorsítok, mert már ugyanott fogjuk befejezni. Tehát azt jelenti, hogy majd csak megírjuk azt az ötödik felvonást 3 év múlva. Tehát, lényeg az, hogy megérkezik ugye hajnalnak a birodalmában. Ezt emlékszünk rá, egy nagyon rövid történet fűződik ide, hogy itt az a gond, hogy nem szólíthatja meg a lány a kedvesét. Tehát hiába fog majd rá találni tündére, tünde nem szólhat hozzá egy szót se. Sőt, már eleve lefátyolozom egy tünde, hogy nehogy véletlen kísértésbe sem. És miért nem szólhat hozzá? Azért, mert van egy olyan monda, amelyben amikor először szólt leányka kedveséhez, akkor elpirult és szebb lett, mint maga a hajnal. És ezt megirigyelte a hajnal, és ezért törvényt hozott, hogy az ő birodalmában nem szólhat leány kedveséhez. Mert akkor megszégyeníti őt szépségével. De délben, ahol már a hajnalnak nincs szerepe, délben ott van mégiscsak lehetőség. Már lehet érzékelni, hogy délre fog majd koncentrálni, mirigy. Tehát ha valamit meg akar hiúsítani, akkor neki délre kell majd összpontosítani az ártó erőket. Egyébként van is ilyen a délnek az ördöge, vagy ilyen mondás a középkorban, hogy a sátán elsősorban délben támad. Miért nem? Ez egy külön téma. Ha valaki dolgozott nyáron már kemény fizikai munkát mezőn, azt tudja, hogy a délben tényleg az ördög támad. Tehát legjobb akkor rögtön abba hagyni. Tehát minden esetre hajnal birodalmában mirigy várja bosszú áldozatait. Hogyan fog befejeződni, most gyorsan zárjuk rövidre, a harmadik felvonásban, hogyan fog ez az utazás befejeződni? Ezt csak azért kérdezem, mert már túlestünk rajta a múltkor. Tehát előbb-utóbb ezek az ördögi tulajdonságok elalszanak. Emlékszünk, még bóbiskolnak. Elalszanak. Húzzák tovább így is. Tehát megmarad az ördögi vonzás, de elalszanak. Miért? Mert Balga egy lusta dög. Ezt nem én mondom, ezt Csongor mondja neki. Hát te lomhadög, leülsz-e? Egy további. A következő felvonás elején. Tehát mindesetre ez egy lomhadög. Miért? Mert visszahúz a testiség, lehúz állandóan. Tehát őt állandóan serkenteni kell. Na most benne még az ördögi tulajdonságok is előbb-utóbb elkényelmesednek. Azt mondja, nő kéne, áll fenét már, nem kell. Inkább először eszünk valamit, iszunk valamit, azt ha ráérünk, majd akkor. De nem. Szóval elalszanak, mert ez a lényeg. És ezek után mi történik? Ő észrevesz, hogy jé, hát ezek alszanak. Leszáll a kordéból, és kit tesz helyébe? A kővé vált mirigyet. De mirigy nem úgy vált kővé, hogy valaki kővé változtatta, hanem saját magát, a megkövesedett gonosz. Erre mondjuk, hogy bebetonozódott, megkövesedett. És ez fölmarkolja Balga, aki természetesen nem sánta, és egyetlen porcikája sem fáj, szépen fölemel, és maga helyére fölteszi a kordéba. Na most mi ennek a jelentése? Az én eddigi tulajdonságom, hogy csak lusta voltam, falánk voltam, iszákos voltam, és vertem az asszonyt, mert ez is kiderül. Mondjuk ezt ilyen pozitívabb dolog. De nem mindegy, ezt nem kommentál. Tehát lényeg az, hogy de igényli is Ilma, tehát ezt mondjuk nem igazán a poén kedvéért mondom, ez úgy beletartozik egy bizonyos földi közlekedési módba férfi és nő között. Tehát azért jobb, ha van egy eszményi szép is. Tehát azt azért tényleg a nőnek kell kihúzni. Na, lényeg az, hogy semmivel nem jobb, ha egy narkós megy haza, és úgy veri azt, mint hogyha egy kocsmából megy haza, és hullára itta magát. Tehát az, hogy ma ez narkózás formában, ez semmivel se jobb. Tehát minden esetre ez a fajta magatartás átadja a helyét minek? Hát ha én egyszer lusta vagyok, egyszer csak mi lesz belőlem? Kővé váltam. De akkor már nem az én tulajdonságaim fognak kővé válni, hanem egy maximális gonoszság. Tehát ez egy nagyon nagy veszély.
És ennek lesz a következményei az, hogy ez a balga lecserélhető lesz, mivel az egyik ördögnek a tulajdonságával. Értető? Tehát bizony, mirigy majd bosszúból ezért, mert ő még meg is jegyzi, közben ő ugyanis ott él, és megjegyzi, hogy na most még egy célpontja lesz a bosszumnak. Mert eddig csak Tünde volt, hát Ilma, aki Tündéhez tartozik, és Csongor. Most már itt van Balga is. Tehát most már őt is kipécézi. És hogyan fogja őt tönkretenni? Úgy, hogy az egyikkel a három ördög közül lecseréli. Tehát őt öltözteti be Balga helyébe. Ez mit jelent? Csongor testiségét ördögivé alakítja át. Tehát nem bízhatom többet a testemben. Miért? Mert közben lecserélték, ördögi lett. Átprogramozták. Való világgal, vagy valamivel, tehát teljesen mindegy mivel. Tehát lényeg az, hogy átprogramozták. Na most, vajon, most ez nagy kérdés, múltkor nem beszéltük meg, a három ördögfi közül melyikkel programozták át? Hát végül is egyetlen rossz válasz van, azt mondják, hogy duzzoggal. Mert az már az ördögből is a magasabb szint. Hát nem ő vele. Kurrahal. Ott már majdnem mindegy, hogy Kurrahal vagy Berrehal, mert ők egymás alakváltozata. Tehát még csak nem is az emelkedni képes, vagy legalább fekete mágiára képes ördöggel, hanem a legalacsonyabb, aki még ráadásul föl is cserélhető. Miért? Mert Kurrah fölcserélhető Berrehal. Egyfolytában olyan szöveget mondanak, hogy nyugodtan átírhatom az egyik szövegét a másikba. Semmi nem változik. A duzzogét nem lehet átírni. Duzzog az a saját szövegét, mondja elejétől végig, ami mindig egy kicsit ellenpontozza is a másik kettőjét. Tehát ő egyéniség, ővel nem lehet lecserélni. Valószínűleg nem is vállalná. De lényeg az, hogy Kurrah viszont szépen. Na ez egy külön jelenet, ez az egyik leghumorosabb jelenet sora a Csongor és Tündének, ugyanis Vörös Martinak van humora is, tehát méghozzá félelmetes a humora. Szó szerint, ha az ember olvassa ezeket a sorokat, én hangosan nevetek, de vonatba is, hát már kinéznek a kupéból. Tehát egyszerűen nem lehet ellenállni, annyira zsigerileg is hat a humora. Óriási a szöveg, óriási. Na a lényeg az, hogy a Balga a helyére tett kővel húzzák tovább a kordét, Balga viszont ezzel felkerül mirigy bosszú listájára. Csongor és szolgája elmondják egymásnak útjuk részleteit, noha találkoznak Tündével és Ilmával, a két nőt fátyol fedi. Azok nem szólhatnak hozzájuk, mert ez tilos hajnalbirodalmában. A férfiak ráismernek a nyomokra, most megint nagyon lényeges, tehát fátyol fedi a nőket. Most gondolom, hogy azonnal beugrik egy képlet. A fátyol egy filozófiai rendszerben alapfogalom. Az melyik az a filozófiai rendszer? Hát egy kicsit keletebbről jön ide, minek nevezik? Maja fájtlának. Tehát lejöttem a földre, itt van Balga mellettem. Mik húztak idáig? Az egyiket egy ravaszság, amiből puff, így le kellett szállni, a másikat pedig maguk az ördögi tulajdonság, amik ráadásul döglusták is. Tehát ezek húztak idáig, na most itt nagyon sok jó nem fog ránk várni, tehát pontosan az eszmény ezen a síkon az életben csak lepel alatt jelenik meg. De ki tudja, mi van a lepel mögött? És nem lehet szóra bírni, tehát nem tud megnyilatkozni, mert ez meg tilos neki. Hajnal az azt is jelenti, hogy most kezd indulni, tehát most az, ami aztán majd kiteljesedik, és ahol majd már megnyilatkozhat, az még nagyon messze van. Tehát még csak most kezd bontakozni. Hát itt még lepel alatt van. Hát itt még az ember elhiszi, hogy ez egy csinos nő. Miért? Mert még szemérmes, hogy nem merek ránézni, csak messze, mert így. Tehát ez lepel. És akkor itt van a dolognak a második olyan pontja, ahol az ember azt mondja, na, hát azért a Vörös Marti is megtévedhet. Hát ez a Csongor, ez rögtön letérdepel, egy szerelmet val. Azt se tudhatja, hogy ez kicsoda. Hát bocsánatot kérek, nagyon jól tudta Vörös Marti, miről van szó. Pontosan tudta. Tehát az ember fölismeri a lepel mögött is. Bármilyen furcsa hangzik. Bármilyen, sőt, még nem is ismeri az illetőt, de már tudja, hogy mi vonza. Tehát bizony már lehet szerelmet vallani, amikor még meg se jelent az életünkben.
mert ott még egy eszménynek vallok, de minden reményem arra vezet, és ezek jó remények, tehát nem vezetnek félre, hogy ott az igazi van. Na most a csalódás kockázata az végig megvan természetesen, de ezt semmi szín alatt nem szabad erkölcstelenségnek venni. Tehát akkorát tévedünk vele, de akkorát, hogy nagyobbat nem is nagyon lehet ennek az egész történetnek a keretében. Ez egy létező dolog, amikor még nem tudná szavakba öltöztetni, semmiféle racionális indokolása nincs neki, de már megsejtette. Tehát valami megsukta neki, hogy igen, a fátyol mögött az van, hiába leplezi magát. Na most ilyenkor miből tudunk elindulni? Ugye megnyilatkozni nem tud, mert ugye a maja fátyla takarja. Miből tudok? Nyomaiból, érthető? Tehát szenzációsan van megkomponálva, ennek nyoma sincs egyébként sem a szép históriában, sem a mesében. Tehát itt most már valóban a legbelső emberi problémákról van szó, amik ugyanakkor legegyetemesebbek is. Mert ha jelenleg én mondjuk egy szupernova, tehát egy robbanást keresem, miből tudom meg? A nyomaiból. Tehát egy egész sereg olyan kozmikus esemény van, és vagy menjünk le az atom alatti szintre. Hát miből tudom? Hát a kötkamrában nyomából. Hát abból tudok visszakövetkeztetni. Mert maga a jelenség vagy túl nagy, vagy túl kicsi, vagy szóval nem az én nagyságrendemben van. Csak a nyomából tudok. Na most itt már gyönyörűen jelződik, hogy mi védi meg, egyáltalán hova tud kilengeni a normálisból egy csongor, meglátja a letett lábnyomot, és akkor mit mond? Ó, ez a láb kéz lehetne, oly parányi, oly csinos. Erre mit mond Balga, a saját, az Ilma lábnyomát? Ó, ez a láb lehetne, csak ne lenne így temérdek. Tehát azonnal megkapja a másik irányból az ellensúlyt. Na most ezt maga csongor nem tudná elviselni. Tehát ez egy olyan mértékig, hogy mondjam, vesébe hasítana, hogy egyszerűen nem élné túl. De már itt van Balga. És abban a pillanatban megteszi az ellenlépést. Erre mondják, hogy persze biztos olvasta Cervantesnek a Don Quixote-t, és tudja, hogy minden Don Quixote mellé kell egy Sancho Panza. Hát, ha nem. Hát, ha belülről tudta. Most miért kell azért Cervantest olvasni, hogy én tudjam, hogy egy irányba kihúzó minőségnek óhatatlan megjön az ellentetje. De ez nem kell Cervantest. Egyébként én olvastam Cervantest, tényleg zseniális. Ráadásul jó is a fordítása. Tehát nem erről van szó, hogy ő műveletlen lett volna, de mi szükség erre? Hát ez belülről szólal meg, ez nem Cervantestből szól. No, tehát minden esetre megvan a lábnyom, el tudnak indulni, és akkor történik meg megint egy olyan esemény, amire nem nagyon szoktak figyelni. Azt mondják, hogy hát kicsit idétlen, de hát legalább színpadon jól eljátszható, és ez micsoda? Az, hogy körbe térdelik. Tehát innen csongor térdel, ők, mármint a két hölgy, az ugye, megtorpan, és a túloldalról meg Balga térdel. Egyik irányból a szellemiség, a másik irányból a testiség csapdájába kerül, hát a szűz tulajdonság, tehát magyarul a tündérje, a magas, az égi szép. És erre Tünde természetesen kezdene már kétségbe esni, hát Ilmát nem lehet kétségbe, tehát ez teljes képtelenség. Tehát mit csinál? Rábírja, még pedig így, szóval magyarul demokratikus eszközökkel, szóval rábírja a férjét, hogy az meg egyszerűen lesunja magát. Tehát mit lehet egy nővel csinálni ilyen esetben? Tehát szépen átborul az úton, és csinál egy hidat. És erre Tünde át tud rajta lépni, és az mondja, egy ilyen bolhaugrás volt a hátamon, reagálja erre rögtön Balga, majd utána Ilma megy át rajta, és mondja, hogy hát ez társzekér volt, vagy ma még ennél is csúnyában. Tehát lényeg az, hogy ha azt akarom, hogy ebből a kelepcén, mert ez egy kelepce, hát jól lehet érezni, ez magának a Maja fájtlának a következménye, hogy itt most beszorultak. Tehát ha ők ebből ki akarnak jutni, csak a testiségemet, mint hidat használva.
tudnak el. Tehát amikor én megalázom a testiségem, na sokan ezt nem tudják vállalni férfiak közül. Ennyit erről. Na, azok majd megkóstolják az aglegénység keserű kenyerét. Tudjuk, hogy minden aglegény, amíg él, addig király, és a halála körül koldus. Ezt nem én mondom, ezt bölcsesség mondja. Tehát, ha nem tudja ezt a megaláztatást testi szinten vállalni, akkor elvesztette az eszményét. Miért? Mert be fogja mocskolni. Kész, kelepcébe van, nem tud magától kijönni, csak így tud. Erre mondja mai napig használt mondásunk mit? Hogy bizonyos dolgokat csak a testemen át. Na most ez is ma már a legocsmányabb, hogy mondjam, mellék zöngét kapta. Tehát, hogy magyarul, ha lefekszel velem, és akkor vannak ugye a rendezői szobában az úgynevezett szereposztó díványok. Gondolom, ezt ismerjük már, ezt a kifejezést. Tehát, de ma már szinte semmilyen beosztásban nem lehet kerülni női minőségnek, ha egy ilyen szereposztó díványt meg nem kóstol. Tehát ezek egész egyszerűen ocsmányságok, és ezzel tele van az életünk. Na, minden esetre ebben az esetben megint kaptunk egy tanítást, hogy balgának kell, nem csongor, vigyázat, ha csongor átesik az úton, az azt jelenti, hogy alábbadta az eszményét. Tehát lehozta föld közelbe, nem kell lehozni. Arra való balga. Tehát a kordéjon hurcolt kő, azaz mirigy előbb elijeszti a manókat, de később megegyezik Kurrahal, aki szintén csongort nyomozza. Kurrah miért nyomozza csongort? Természetesen azért, hogy megbüntesse az eszközök ellopása miatt. Kurrah balga képében altató porral elaltatja majd az ifjút, kiszolgáltatva ezzel a boszorkánynak. Nem kell kiszolgáltatni semmit, csak nem tud találkozni a tündével. Tehát az alatt, az egy óra alatt, ami délben történik, amikor végre megnyilatkozhat tünde, meg is nyilatkozik. Emlékszünk még, ez volt az a kert, amelyik a szép históriában is már a tündér szép Ilona megjelenése és hiába való sírása, hát ébrezgetésének volt a helyszínen, na itt is szépen bekövetkezik, és természetesen ugyanazzal az eredménnyel. Ugyanazt is mondja a végén tünde, hogy egy szöggel magasabbra akassza a kardját. Emlékszünk, még ez szinte szó szerint van átvéve a szép históriából. És ebből rádöbben a felébredt és hát teljes csalódottsággal ugye az eseményeket tudomásul vevő csongor, hogy itt valószínűleg a szolgával van gond. Tehát annak a szintje van egyel alacsonyabban. És akkor ő még mindig azt hiszi, hogy itt balgával áll szemben. Holott balgát már régen bekötötték az olba. Ehhez majd mindjárt visszatérünk, hogy mi is történt ott, mert logikailag majd itt kell, hogy visszakapcsoljunk hozzá. Tehát minden esetre lezárva ezt a sikertelen ébrezgetési kísérletet, hát természetesen kirántja a kardját. Emlékszünk még, mi történt a szép históriában? Hát ott könyörtelenül lefejezte a szolgáját. Na jó, de hát egy ördögöt nem lehet egy ilyen egyszerű módon kiirtani, különösen nem akkor, ha ő az én ördögi tulajdonságom. Tehát mit csinál? Elmenekül. Kurrah elmenekül. Tehát rájön, hogy itt, sőt, úgy szűkül egy kicsit, hogy hú, itt most már nagyon komolyra fordult a dolog, és eliszkol. Igen, ám, de mi történt közben balgával? Egyáltalán hogy került ő ilyen cserehelyzetbe? Hát ez megint egy nagyon érdekes dolog. Egy olyan mozzanat jön be, amit egyszerűen nem lehet dramaturgiailag indokolni. Bejön egy olyan szereplő, ami érdekes módon, aki érdekes módon szerepel a szereplők listáján, holott a szereplők listában nagyon komoly személyek hiányoznak. Hát majd mindjárt oda jutunk, és mindjárt a végén vagyunk. Mármint a türelmünknek. Tehát ez a szereplő pedig Dimitri Rácz. Na most Dimitri Rácznak mi a szerepe? Hát összesen van, mit mondjak, egy féloldalnyi szerepe. És ez micsoda? Kinyitja a boltját, és kínál italt. Töltene. Milyen szerep? És tud érvényesülni? Hát ez az, hogy nem. És egy darabig még olyan, minden áron önteni akar. Minden áron. És akkor kiderül, hogy balga meg nem tudna fizetni. De ezt nem közvetlenül mondja ki, csak úgy, hogy majd akkor a fizetségre meg visszatérünk.
És ebből látja Dimitri Rácz, hogy ennek nincs a zsebében pénz. De ezt ki is mondja, nagy igazság. Tehát abban a pillanatban, hogy ezt megneszeli, becsukja az ajtót. Na most ezt próbáljuk egymásnak itt értelmezni. Mit jelenthet ez? Megjelenik egy vizöntő tulajdonság, ez kulcs tulajdonság, emlékezzünk vissza. Tudja működtetni, vagy nem? Balga. Hát ne felejtsük, hány tudósunk van ma, akinek, ha azt mondom, vizöntő paradoxon, azt se tudja, hogy eszik, vagy isszák. Balga. Hát ha nem tudja működtetni, akkor onnantól kezdve mi lesz belőle? Hogy nevezzük? Szamár. Szamár. És mi történik a darabban? Kurrah vezet egy szamarat, és hozzáköti. Hozzáköti, szabályosan, mint egy oszlophoz. Meg is mondja, hogy itt van egy ilyen oszlop, hozzákötöm. Miután szeméttel a másik leöntötte, a harmadik meg egy vízzel öntött, miután nem is vízzel szem, ő is egy ilyen konyhalével, vagy nem tudom én mivel leöntötte. Tehát már lehet látni, hogy fokozatosan ez a lomhasság, ami ott nem tudja kezelni a vízöntő tulajdonságot, az becsukódott, mint lehetőség. Innentől kezdve ő a szamár szerepét vállalja. Azt hiszi, hogy kitolhat az illető, nem ismeri fölgyörlőkről van szó. Fölül a szamára, az mit jelent? Vállalja az azonosságot. Visszatér Kurrah, és nagy dalolva bevezeti az olba. És hiába tiltakozik, azt mondja, nem, nagyon jó helyen ül maga. Mondja neki a Kurrah, és már be is viszi az olba, és rá is zárja az olba. Tehát magyarul mivé tette? Szamárá tette. Kész. Hát erről van szó. Hát ha valaki ezt a tulajdonságot nem tudja működtetni, hát az abban a pillanatban szamárá válik. És innentől kezdve ő bent van egy sötét hely, miközben helyette Kurra, az ördög, az a szolga szelepét játsza, hogyan? Az elképzelhető legrosszabb módon. Tehát úgy, hogy elaltatja Csongort, miközben annak ébren kéne lenni. Hát mikor legyünk ébren, ha nem délben? Tehát neki ott lehetne találkozni a tündével, de nem tud. A teste be van zárva, miért? Mert szamár. Tehát azt jelenti, hogy innentől kezdve, most megint érdemes figyelni, úgy tűnik a gonosz diadalmaskodott. Így is éli meg. Tehát mirigy csúcson van. Közben már elhívta Ledért, aki egy szabályszerű utcalány. Na most, ha utcalányt mai mércével mérjük, akkor egy kicsit azért tévedünk. Nem sokat, de kicsit tévedünk. Tehát 19. században utcalány még nem egészen ugyanazt jelentette. Tehát éppen mondjuk egy nem egész fél évszázaddal később az abszolút pozitív szereplővé válik. Kinél? Abszolút pozitív, világirodalmi mű. Dosztojevszkijnél, Bűn és bűnhődés, emlékezzünk rá. Tehát tényleg világhírű, méltán világhírű regény, tényleg amíg ember fog olvasni, valószínűleg Dosztojevszkijnek ezt a legalábbis ezt a regényt biztosan fogják olvasni. És egy utcalány, szabályszerűen egy utcalány emeli föl őt, és viszi olyan magaslatra, hogy valóban vállalja a büntetést, amit egyébként nyugodtan megúszhatott volna. Tehát ez azt jelenti, és az előszóban hangsúlyozza is Dosztojevszkij, hogy igen, a mi korunkban megfordult a világ. És a legpozitívabb tulajdonságok azok a látszat szerinti legalantasabb foglalkozás ágakon, nem így mondja sokkal szebben, azokon belül érvényesül. Na most, hát ez adinál is megjön. Mit bánom én, ha utcasarkok rongja? Csak elkísérjen egész a síromba. És akkor részletezi. Nagy igazság, kedvesek, és mennyire másra hangzanak egy a nagy igazság. Tehát, na most Ledérrel külön érdemes egy percre foglalkozni. Tudnélik, ha valaki úgy egyszer végigmegy mondjuk autóval Baja felé, vagy merre felé, mondjuk Szabadka felé, és akkor mondjuk egy ilyen mínusz 5-8 fokban, és akkor látja, hogy ilyen miniszoknyában ott sétálgatnak. Na hát az irigyelje, aki még nem tudja, hogy az mit jelent. Tehát végül is ma mind a két irányban hát kicsúszott az eredeti medréből ez a foglalkozás. Egyrészt az elképzelhető legkiszolgáltatottabb, és egyszerűen nincs szakszervezete. Tehát nem tudja megmondani azt, hogy nem tudom én, de mínusz 5 fok alatt már nem lehet bugyi nélkül kiküldeni.
Vagy hogy hát azért minimális joga, hogy most mosdott az az illető, aki neki ma a pipálást előírja. Tehát, hogy érthető, semmiféle joga nincs, az ég világon semmi, és szinte 100%-ig biztos lehetünk benne, hogy őt megerőszakolták. Tehát így került erre a pályára. De nem jó szándékem, hogy milyen izgis lehet, és akkor kiáll -5 fokba, ugye mindig szoknyám. Tehát egyrészt odáig, másrészt ne felejtsük el, itt akár a politika színpadát nézzük, akár a nagy karriereket, szinte más szint, mint utcalány. Tehát ez meg a másik irányú polarizálás. Mondjuk ennek is vannak ókori előzményei, hát Justinianus felesége Teodóra, hát tudjuk, hogy a világ galádabb hetérája volt. Tehát mondjuk van ennek a politikai karriernek előzménye, de azért itt nem az a lényeg, hanem az, hogy polarizálódott. Na most a Ledér alakjában egy nagyon szép történet fogalmazódik meg, ami fokról fokra bontakozik ki, és valahol itt van az egész cselekménynek az egyik kulcsa. Tudnélik, ő a családját tartja el ezzel a mesterséggel, és miért kell eltartani a családját, ezt Mirigy mondja el nagyon gonoszul, miközben csábítja őt. Mármint Ledért, hogy menjen bele ebbe a szerepbe, hogy Csongort elcsábítsa, mert ő azzal hát áltatja önmagát, Mirigy, hogy ha ő elcsábítatja egy utcalánnyal Csongort, az úgy meg fogja utálni a szerelmet, hogy onnantól kezdve nem fog tündére vágyni. Na most ez már az önmagáért való bosszú. Tehát itt már nincs tétje. Tehát csak negatívum szerepel bennem. Az elején még az volt, hogy és elveszi a lányomat. De már most nincs lánya. Semmi. Csak az, hogy én ártsak a másiknak. Na most ez azért nagyon lényeges, mert tulajdonképpen majdnem a felétől a darabnak már csak az ártó szándék működik. Tehát az ember ma rengeteg olyan jelenséggel találkozik, hogy úgy ártanak nekünk, most nem csak ember egyénként, mint magyarként mondjuk, mert sokkal egyszerűbb, ennek sokkal több jele van. Az ember nézi, újságíró, heti legalább egy cikkében kötelességnek tartani, gyalázni a magyart. De már nem is érzi jól magát, ha ez nincs így. És az ember nézi, de neked ez miért jó? Föl sem merül, mert semmi jó nincs benne neki. Valószínű, hogy ha ezt elmulasztanák, kirúgnák, de nem ezzel indokolnák, hanem azzal, hogy létszám több lett, mit tudom én. Tehát végülis valahol zsigereiben érzi, hogy ez neki kötelessége, de az ember hiába kérdezte, most miért utálod a magyart? Volt egy magyar az életedben, aki ártott neked. Nem, de hát a holokauszt, tényleg biztos? Úgy, annyi, és akkor, és te hány hónapig? Hát volt az azért olyan 7 hónap is, tényleg? És a magyart mióta gyötrik? 7 hónapig? Tehát ezek olyan mértékű, hát nyilvánvaló ostobaság. Az ember rákérdez, és akkor azt mondja, igen, de már voltak olyan törvények, tényleg, és most Izraelben milyen törvények van? Na ne szólj. Irigyet tudjuk, hogy ha ez elkezd rákosodni, akkor tényleg borzasztó baj van, mert akkor aztán tényleg nincs mentség. Mert ez viszi a mérget a szervezetbe szerte. Na, minden esetre Tünde fejéről levágott arany hajfürtjével a könnyűvérű Ledért nyeri meg bosszúi eszközének, hogy így félrevezetve Csongort megutáltassa vele a szerelmet. Hát mi már tudjuk, hogy ez nem kis tét. Tehát itt mit jelent a szerelem? Ha én azt megutáltatom, az azt jelenti, hogy végleg leszorul a szamárnak a szintjére. És annak a szintjére, ami a kő, hogy hívják onnan, a kordén. És utána már vihetik aztán az ördögök a világ végére is. Nem tud ebből a helyzetből kiemelkedni. Tehát minden esetre a tisztes özvegyasszony, most már innen olvasom, Miri tisztes özvegyasszony képében lakik házában, az udvarra érkező vándorok közül Balgát az ördögfiak sorozatos goromba tréfák, ezen túl vagyunk. Szobában Mirigy készíti fel Ledért Csongor elcsábítására. Másik két ördögfia Csongor által otthagyott bűvös eszközöket kicseréli hétköznapi darabokra. Ez úgy szépen csendben történik, majd amikor elkezdené használni őket Balga, akkor derül ki, hogy kicserélték őket. Tehát ez majdnem meglepetés szerint hat majd mindjárt, pár perc múlva. Ugyanis mi történik? Ott van Ledér, és a Ledér történetben nem írja le Kerényi, pedig mondom, rendkívül fontos dologról van szó. Miért kell neki most azon túl, hogy eltartja a családot? Miért kell ezt a családot eltartani? Hát miért nincs apja? Kiderül, hogy ez az apa őt tűzből mentette ki.
és ebben a tűzben kapott olyan sérülést, ami élete végéig tart. Most mi lehet ez a tűz? Hát ami a ledért, ledérré tüzeli. Nem tudom, értető. Tehát kimentette belőle, de a saját élete árán. Na most ezt úgy magyarázza ő, hogy tüdőbajos az apa. Na most ez az a pillanat, az ember azt mondja, hogy jó van, nagyon, nagyon rendes, tényleg nagyon rendes irodalomtörténész vagy, de talán ezt nem kellett volna erre a szintre lehozni. Tehát itt arról van szó pontosan, hogy azon az áron, hogy megmentse a lányát, önmaga hát égett meg, mégpedig úgy, hogy jóvá tehetetlenül. Tehát tehetetlenül sír otthon. És ezt leírja, illetve Mirigy meséli el, amit ő teljesen kétségbe esik, ledér, hogy ennyire kezében tartja őt Mirigy. Na most ezeket az utcalányokat Mirigy tartja a kezében. Így, ugyanígy. És minden esetre itt valamire föl kell figyelnünk. Ez egy atya, aki saját élete árán megmenti a családot, de nem tud ma már segíteni ezen a családon. Tehát végülis nem lett sikeres az önfeláldozása. Ez milyen tulajdonságnak felelhet meg? Elvileg a rákon belül, de ez egy bolygó tulajdonság, amire én most rákérdezek. Melyik bolygó tulajdonság van erőben a rákban? A Jupiter, a teremtő erő, az atya. Az atya. Na most ez mit jelent? Le van bénítva, tehát milyen erő hat rá most? Pont az ellenkező. Tehát a bak. Be van zárva, nem tud kiszabadulni. Érthető? Tehát a teremtő erő, és itt az a mi nagy gondunk, hogy ez nekünk az irányadó. Tehát azt jelenti, hogy az, ami a mi tulajdonságainkat alapvetően meghatározza, azt mi az önfeláldozások során olyan mértékig föléltük azért, hogy Európában majmok helyett emberek legyenek, hogy egyszer nem maradt ma. Nem maradt ebben az áll. Ezért van sötét, ezért tehetetlen, és ezért kell fölülről várni segítséget. És magyarul ezért válnak utcalányokká lányaink. Sorozatban. Nagyon olcsón adódnak el. Elég egy diszkó, elég egy nem tudom én micsoda. Az, hogy na hát te már 15 éves vagy, és még mindig nem, na szögre is akhatod. Elég egy ilyen, és már indul rá. Egyszer nincs semmi értéke annak, ami egyébként egy visszaadhatatlan érték. Tehát ezt egyszer lehet elvesztegetni, de ezt senki nem mondja neki. Senki, de saját anyja sem, mert már ő is elherdálta annak idején. Tehát minden esetre ez az ön fölégető, a lánya megmentése érdekében, ez azt jelenti, hogy most már nincs más út, most már ledérnek nincs más útja, tehát ez egy abszolút tragédia, itt semmi könnyű vérűségről nincs szó. Ő magát próbálja vigasztani ezekkel a könnyű énekekkel, közben elsírja magát. Hát aki ebben nem veszi észre azt, hogy itt egy tragédia, amikben a legmélyebb tragédia rejlik, és ezzel ér vissza Mirigy. Tehát nem az eszközben van a baj ledérben, hanem abban, aki ilyen környezetbe kényszerítette. Na minden esetre nem sikerül a móka, mégpedig miért nem sikerül? Hát azért, mert aki végül is beállít, ott várja a gyönyörű ifjút ledér, amit megígért neki. Mirigy mindig gyönyörű ifjút ígér. Ezt azért jó, ha tudja az a leányzó, aki most éppen ledér életre készül. Mindig gyönyörű férfiút ígér. Aztán utána kiköt valamelyik ilyen, tudom én, monorom például, ahol nagy politikusaink is, mint ismeretes, sűrűn látogatták azt a házat. Tehát ezeknek megvan az országban már a hálózatuk. Na, a lényeg az, hogy jó, be kell fejezni? Hát még jó, jó, hogy nem ilyen szárnyas papírőzéket hajigálnak. Papírgombot szadomálják ezzel. Kicsit ledér. Magatart. Na, minden esetre nem, fő az, hogy jól érzik magukat. Tehát a helyzet az, hogy végül is ebbe a helyzetbe, tehát ahol várja a szép ifjút, végül is kiront be. Balga, balga, balga. Hogyan? Úgyhogy kitört
az ólból. Sőt, már eleve hozza az ól ajtót is maga. Nem vicc, tényleg így van. Ez csak azért nagyon jó, ajtóstól, szó szerint. Ez azért jó, most nem részletezem, ezt a múltkor már megbeszéltük, hogy amikor a nyomokat végül is megtalálják, hát már elmennek a nők, ugye átmennek szépen balga testén, utána a saját, hogy mondjam csak, eszményképének, tündének a lábnyomát szépen körbevágja Csongor, és a pajzsára helyezi. Tehát azt jelenti, hogy ez lesz nekem a védelmem a világ ellen. Mert tudjuk, hogy a pajzson lévő minta, ez azt jelentette, hogy én ehhez tartozom. Ez egy nemzetségi jel volt, azt jelenti, hogy ez a nemzetség megvéd engem, ha te támadsz. Na most ő neki a védelme micsoda? Ennek a tündérnek a lábnyoma. Mert eddig tudtam eljutni. Ez egy óriási védelmet jelent. Tehát el se tudjuk képzelni, hogy ha most olvasmányérni. Ha egy fiatal embernek a szívében tényleg van egy ilyen nyom, tehát jó nyomon van, hatalmas védettséget jelent. Tehát ezt jobb, ha tőlem tanulja meg minden ledér, hogy egy ilyen férfi támadhatatlan. Az a baj, hogy a legtöbbnek nincs ilyenje. Miért? Mert nem is kereste. Kész. De ha van, az nyugodtan egy nyilvános háznyi hetéra naponként támadhatja teljesen felesleges. És ez így van, ez létezik ma is, de nehogy azt higgyük, hogy ez az állatfajta kihalt. Nagyon is létezik. Egy mai férfi, akinek vannak eszményei, kiszolgáltatottabb, mint egy mai nő, akinek vannak eszményei. Ezt tessék nagyon komolyan venni. Mert egy nő még mindig várhatja, hogy neki majd udvarolni fognak, de egy férfi ezt nem várhatja. Még ma sem. Tehát ilyen értelemben magányosabb, mint egy nő, aki egy társaságban megy, mert előbb-utóbb csak van egy olyan félvak férfiú, aki csak kezd neki udvaron. De egy férfi hiába vár, mert nem jön be a hálóba. Tehát ez azt jelenti, hogy nem sok a különbség ma már, mert teljesen gátlástan az udvarlás most már mindkét nem részéről, sőt mindkét nem irányában gyakorolja, de még mindig egy úgynevezett hangyányi van, még mindig rosszabb helyzetben van, egy valóban eszményi, hát szépség iránt érdeklődő fiú. És ilyenek vannak. Na most az ilyeneknek találták föl a pornófilmeket. Tehát az a baj, hogy ezek utána rá is térnek erre a vakvágányra. Tehát nagyon kevesen tudják kivárni azt, hogy végül is igen, itt van a pajzsomon a nyoma, tudom, hogy létezik, megtapasztaltam. Most már csak arról van szó, hogy eléggé kitartó vagyok-e. Tehát van-e elég erkölcsi erő bennem, hogy keressem, mert aki keres, talál, aki zörget, annak megnyittatik. Minden jót viszont. Na kérem szépen, tehát végül is mi történik? Ez megint a dolgoknak az egyik legszebb elintézési módja. Tehát rögtön észreveszi Ledér, hogy itt valami gond van, mert hát ez nem az a kifejezett szép fiú, akit megjelent. És maga az, ahogy reagál a kacsintásra, egyebekre, tehát mit tud csinálni Ledér? Fölpiszkálja benne mit? Hát a szamarat, az állatot. És akkor ugye beköti egy kendővel a szemét, nem tudom, találkoztunk már ezzel a kendővel? Hát mint fátyollal természetesen. Beköti a szemét, és egy ilyen rozzant karos széket odatol hozzá, hogy ölej meg, drágám. Na most ez a karos szék, ez tulajdonképp maga a karrier. Ez az, amiből nem lehet kiverni sajnos politikusainkat, mert egyszer már megfogta, akkor így ragaszkodik hozzá. Mindegy, hogy ez egy rozzant, teljesen mindegy, még aránylag jól fizetnek, még annyit nem ment le a forint, még fogom, így fogom. De közben be van kötve a szemem. És akkor mi történik? Elkezdi simogatni, közben Ledér már így már ki, és akkor egyszer csak összeomlik a... Mikor már épp az Afriknál tartanom, már teljesen boldog, nem viccelek, tényleg, ezt nem így, hogy Afrik, de leírja, hogy ott van a szalma, vagy nem tudom micsoda a kezében. Tehát, de ezt halálkomolyan vegyük, mert ez valóban ez a helyzet. És onnan
természetesen nagy duzzogva és megbántva, ugye fölpattan Balga, teljesen megváltozik, hogy mi történt? Hát egyszer te állattá váltál, ilyen idétlen voltál, hát akkor ez a sorsod. Ez a sorsod. Te azt nőnek nézted, hát egy bútor darab. Napi használatra. Jó esetben. Tehát minden esetre ez itt tulajdonképpen egy, majdnem, hogy egy szünetjel jön, és utána mi történik? Hát a legkevesebb mondja ezek után Balga, hogy itt meglátom a háromszer számot, amit az ördögök oda szépen letettek. Már eleve azzal, hogy meg fogják vele csalni. Nem is mondják nekünk. Ti is megcsaltatok, most mi is megcsalunk. Na most itt jön a gyönyörű gondolat. Balga a háromszer számot elkezdi használni. Való ez neki? Tehát arra van szó, hogy nem is kellett volna kicserélni. Tulajdonképpen nem csere történt, hanem az ördögi természetből fakadóan ezek most az ő Balga kezében, lábán, meg vállán nem tudnak működni. Egyszerűen erről van szó. Mert pontosan azt nem tudja, ami működteti ezeket. Egybe látni a világot, és egy magasabb rendű eszmény felé törni. Egy fenét, ő enni akar, éhes. Hát ez az ördögökre volt jellemző az elején. És akkor már rádöbben arra, hogy itt valami gond van, ki akarna menni, már, ja nem, betör ide ebbe a szobába a csongor, és természetesen azonnal ki akarja őt nyírni. Tehát lefejezni. És ő meg csak úgy csodálkozik, hogy hát miért? Hát ő nem tudja, hogy kurra halőt kicserélték. És akkor meglátja csongor, hogy az ablak előtt ott röhögnek az ördögök. Mert azok meg nem bírnak ellenállni a kísértésnek, hogy az áldozatukat ki ne röhögjék. Na ezen vesztenek rajta. Mert itt döbben rá csongor, hogy jé, Balga itt, Balga ott. Igen, mind a két helyen Balga van. Ott az ördög a Balga, itt meg ő, Balga az ördög. Tehát ugyanaz a helyzet van, és ekkor áll el attól, hogy lefejezze. Egyébként nagyon csúnyán járna csongor. Képzeljük el, hogyha most megöli Balgát. Az összes további megpróbáltatás neki magának kell elviselni, soha nem érne révbe. Tehát megmarad Balga, és utána hát elindulnak új útra, és mit csinál Balga? Visszajön a szobába. Na most ezt ne tegyük. Miért jön vissza? Azt mondja, kinyitom még ezt az almáriumot, biztos van belőle, van benne valami bárányszont, és én azt meg tudom enni. És mit kap? Kinyitja az almáriumot, és mirigy néz rá így. Rohan az ajtóhoz, kinyitná, mirigy néz rá így. Aztán végül is az ablakon, ott kell kiugrania, és úgy tudja utolérni. Tehát ezzel a mentalitással, ezzel a felfogással, hogy én mindent csak étel kérdésé változtatok, én azonnal mirigyel fogok találkozni. Hát jelenleg mi folyik a világban? Mindent kenyér kérdésé változtatunk, nem szavazol, meg nem lesz kenyeret, kész, ennyi. És akkor keresem a kenyeret, kit kapok helyette? Lendületben az ország. Tehát semmi, hát kinyitom, hát kicsit megszáradt kenyér is jó lenne, helyette mi van? Egy csótány. Tehát ezek annyira tiszta képjelek, hát nem, semmit nem lehet itt félreérteni. Nagyon tiszta, szép képjel. Minden esetre innen elindulnak, és itt most már a végjátékban vagyunk. Bírja még egyet a társaság? Akkor már nem úszom meg. Na jó van. Hát itt aztán tényleg mirigy végsőkig el van keseredve. Ez egy abszolút biztos tétre menő meccs volt az ő részéről. Nem is volt már alternatíva. Tehát ilyen nem volt, hogy a lányom ért csinálom, és ha bepalizom, akkor végülis az én vejem lesz. Tehát valami azért neki is fog csúrani. Nem, semmi, csak az ártás. És nem sikerült. Most ilyenkor mirigy hova folyamodik? Magához, a pokolhoz. Tehát itt van egy párbeszéd magával, a pokollal. Ez egy elég sötét párbeszéd, nem is fogom idézni. Egyfolytában kikacagják, most nagyon finoman fogalmaztam, kikacagják őt. Tehát ő átkoz, csak átkozni tud, de már a poklot is átkozza. Na most ezt meg nem jó csinálni. Szóval ha én valamit várok a főnöktől, akkor ne hülyézzem le. De legalábbis ne így szemtől szembe. Tehát nem jó, nem jó dolog. Valószínűleg be fog görcsölni, és nem fogja
azt megtenni, amit egyébként megtenne, mert neki is érdeke. Hát nem sikerült a poklot magam elé állítani, pedig nagyon hosszú ideig úgy megy, hogy tényleg sikerült. Tehát mit csinál? Most megint gyorsítom a menetet. Azt mondja, Mirigy új bosszú terven gondolkodik, hamis jóslattal akarja a szerelmeseket elválasztani. A jóshelyű szolgáló barlang kutyát el is varázsolja, így Ilma megpillantja ugyan Balgát, mint látomás, de Tünde egy hűtlenkedő Csongort lát. Az ifjút is sikerül később félrevezetni, már mint Csongort. A kutból kiemelkedő sejtelmes leányalak látomását követi Tünde gyanánt. Na most... Tekerjünk egyet a kérdésen, a végéről induljunk el. Mi ez a kút? Hozzáteszem, hogy az jós, aki egyébként szerepel, az nem a kútban lenne, hanem egy barlangban. Ezt is halljuk, mert elmondja a pokolnak az elején. Tehát még az előző felvonás végül szépen elmondja a tervet. Ugye ez egy olyan úgynevezett 5 éves terv. Tehát, és a menetből kiderül, hogy tulajdonképpen itt egy barlang az eredeti helyszín, ott lakna a remete, és ehhez fordulnak az emberek jóslatért. Ez a barlang, ez hol szerepel az évkörben? Tehát hova tennénk? Sziklás közeg, abban egy remete, elvonulásban. A elvonulás maga a halaka, az nagyon jó, a remete is, igen ám, de a közeg. Bak, egyértelmű. Tehát hol tartunk, és mi a kút? Erről van szó. Tehát megint tudod használni a vízöntőt, vagy nem tudod használni. És itt most már nagyon kiéleződik a helyzet. Ugyanis oda megy Mirigy, és megátkozza. Tehát beledob egy olyan írást, ami után föllángol, és belehull. Na most innentől kezdve a kút mérgezett. A kutaknak egyébként az a rossz szokásuk, hogy elég, hogyha én egy kút vízbe egyetlen csepp mérget belecsöppentek, de ez fordítva nem igaz. Tehát ha én egy kútnyi méregbe egy csepp tiszta vizet töltöm, az attól nem lesz tiszta. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert ez azt jelenti, hogy egy ilyen zárt közegbe elég egy gonosz embert beengedni, belátható időn belül azt fogja a saját képére hasonlatosságára átalakítani. Ez úgynevezett Gresham törvény. Tehát ezért nem lehet felelőtlenül kettős mércét alkalmazni, illetve az úgynevezett, minek nevezik, multikultúra. Ez annak a nyílt bevallása, hogy én a Gresham törvényt érvényesíteni akarom. Tehát ez itt most a tyúkudvar, a más, az ugye a róka, és azt mondom, egyenlő jogokat biztosítok, de mindenki maga fogalmazza meg a jogait. És ahogy ő megfogalmazza a jogait, egyenjogoság van. Mi lesz ebből a tyúkudvarból? Egy kis toll, egy kis csont esetleg. De a végén a róka is éhen hal. Csak ezt neki nem lehet elmagyarázni. Tehát itt nagyon vigyázni kell, mert jelenleg a világ ebben a csapdában vergődik. Ez nem magyar kérdés. A világ ebben a csapdában vergődik. Valami őrült kitalálta, hogy a rókának ugyanazokat a jogokat kell biztosítani, hogy saját törvénye szerint éljen, mint a tyúkoknak, ugyanabban a zárt közösségben. Nem tudunk hova emigrálni. Tehát itt azért fontosak ezek a dolgok, mert ebben a darabban igaz, hogy mesei körítéssel, vagy úgy tűnik, mintha ez egy ilyen nagyon magas röptű földhöz, már semmi köze nincsen, egy ilyen közegben játszasz, szó sincs róla. A legalpáribb gondjainkat, a legégetőbb gondjainkat és mai gondjainkat tökéletesen telibe találja. Tehát minden esetre a következő elmennek ide, és megint nagyon figyeljünk rá, azt mondja. Oda megy Ilma, először Tünde és Ilma megy oda. Ilma oda megy, és mit lát? Itt csak nagyon felületesen érintette a szöveg. Balgát látja, és odáig van. Teljesen, és szerelmetes szavakat mond Balgához. De nem volt szokása eddig. És úgy reagál a kútbeli látomásra, minthogyha Balga is szeretett teljesen, hát vigyorogna legalábbis rá, ami meg megint szokatlan Balgánál. Tehát azt jelenti, hogy kit lehet itt megtéveszteni. Egy mérgezett kút. Hát erről van szó. Testiséget. Tündét már más irányban kell. Tehát Tünde már nem csápképet kap, hanem egy olyan valamit, ami figyelmezteti az elvileg lehetséges férfi hűtlenségre.
Na most itt megint egy nagyon érdekes kérdésről van szó, mert itt, amit ő lát, az egy bárányka és egy fiatal lányka, akik ott nagyszerűen, vidáman élnek egy tenger partján, egy nagy, hatalmas, virágos mezőn, és érkezik nehéz sebben egy harcos. És hát ott lerogy, a leányka ápolja, az fölnéz rá, és Jézus Mária ezt csongor. Na most innentől kezdve ilyen pásztor jelenet alakul ki, tehát fölépül a hős, már nem is olyan fontos a sebe, már elkezdenek sétálni, már a bárányka szegényként magára marad, már ugye sír, és utána ugye szépen bemennek az erdőbe, és húha, eltakarja őket a lombsátor. Na, hát most akkor hűtlen volt csongor, vagy nem? Tehát itt megint egy nagyon-nagyon furcsa kérdés, mert rengeteg az olyan jelzés az életben, amit ha én elhiszek, és különösen, hogyha egy ellenérdekeltségű rivális adja nekem ezeket a jelzéseket, azt mondja, láttam az illetőt egy fiatal hölggyel bemenni a, mondjuk hirtelen a hári fogadóba, ami hát azért nem éppen a fogadók gyöngye, tehát bizonyos más célokra is használják, mint étkezés céljára. Ő már ezt megsugja, ugye? És akkor már elindul a gépezet, hogy igen, kivel voltál, de igen, na hát én nem vonlak felelősségre, de azért jó, ha tudod, hogy én is tudom. És itt tovább, és itt tovább. Tehát elindul ez a gépezet. Most senki nem figyel arra, de vigyázzat, hát valaki megmérgezte ezt a kutat. Hát itt ez nem azt mutatja, ami tényleg van, hanem bizonyos érdekeltségek mutattatnak vele. És utána mi történik? Utána ez a leányka kijön az erdőből, már sehol nincs a csongor képében megjelenő harcos, az már vitorlázik el messzire, ez pedig beleveti magát a tengerbe. Puff. És a, mármint a leányzó. És a bárányka meg ottan, hát sajnos egymagában kószál. És hát sajnálkozik természetesen. Na most a képlet több rendbéleg érdekes, de nem fogjuk tudni mindent megbeszélni, mert tényleg telik az idő. Ugyanis bármilyen furcsán hangzik. Egy férfinak vannak bizonyos kötelességei, akkor is, ha már zárt a kapcsolatrendszere. Ez nagyon nehezen elmagyarázható dolog, és ezt 99%-ban úgyse értik meg a nőt, tehát teljesen fölösleges magyarázni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakit rászorulót talál, olyan helyzetben, hogy én egyetlen puszival tudok rajta segíteni, és megtagadja csak azért, mert már a pajzsomon ott van egy nyom, akkor az nem hős, hanem egy szívtelen mocsok. Mert nagyon sok emberen lehetne egyetlen simogatása, egyetlen puszi, nem is kell kettő. Én általában kettőt szoktam adni, de senkit ne biztassak fel ezzel. Tehát lényeg az, hogy és bizony nagyon sok életet helyre lehet hozni vele. Tehát nem, hogy tönkre tenni, nem, mert az az egy hiányzik neki. Semmi több. Ebben az ég világon semmi erotika nincs, ebben semmiféle rontási szándék nincsen. Itt egyszerűen arról van szó, hogy szeretett töbletem van, te meg látom senyvetsz, mert nem kapod meg senkitől. Na most ezt, ha onnan figyeli valaki, már szalad vele haza, és közdül, hogy az itten csókolozott mindenkivel. Na most igazán nem saját példát akarok mondani, de egyszerű, hogy nézzük végig, amikor Molnár V. József a maga 70 nem tudom én hány évével, 75 évével, ahogy ő mondjuk a magyar hagyomány műhelyében megjelenik. Hát van, aki egy hónapja vár erre a két puszira. Hát aztán őre azt mondani, hogy egy perverz állat, aki minden nőt itten végcsók, hát azt aztán már igazán ne gondoljuk. Tehát rengeteget tud vele segíteni, és bizony ezt is végig kell gondolni, tehát pontosan meg kell küzdeni önmagával egy embernek, hogy meddig vihetem el. Mert ha viszont túlzásba viszi, akkor már tényleg az történik, hogy szabályosan, de erre mondták, hogy elcsábítja. Na most ma már nem lehet nőt csábítani, tehát ezt felejtsük el, de tévútra vezetheti. Vezetheti, tehát adhat neki egy olyan jelzést, amiből ő többet következtet, mint ami ténylegesen következik belőle. Viszont, hát ez egy mindenkori helyzetben önállóan mérlegelendő kérdés. Itt nincs olyan, hogy adok egy receptet, aztán ez egy életre elég lesz.
Tehát ezen a kísértésen bizony át kell esni a nőnek a maga területén, hát tünde összeomlik. Összeomlik egyszerűen. Majd látjuk, hogy hova megy innen, az már tényleg az ötödik felvonás lesz, de még jön Csongor is. Csongor ugyanehhez a kúthoz ér, és Csongornak már egyenesen kiemelkedik belőle egy nő alak. És ez a nő alak elkezdi őt maga után húzni. Na most ez azért nagyon lényeges dolog, mert egyszer már ő találkozott olyan nő alakkal, akiben nem lehetett biztos, hogy tünde. Itt már sok mindenen túl van, most megjelenik neki, és megy előtte. Most utána fog menni, vagy nem? Hát utána fog menni. Erről van szó. Mert végül is még igazából ő nem tudott találkozni tündével. Hát ott egy lombsátor alatt volt vele, és igazán nem lehet tudni, hogy mi egyet biztosan tudhatunk, nem az, amire gondolunk, szégyeljék magukat. Tehát biztos, hogy nem az zajlott le. Ezt az Ószövetségben úgy, vagy abból úgy fordítják nekünk, hogy és ismeri az ő feleségét. Ezt tudjuk, mit jelent. Ki nem mondjuk, de tudjuk. Na most Csongor még nem ismeri az ő tündéjét. Tehát ebben az értelemben egészen biztosak lehetünk benne, hogy még nem ismeri. Tehát minden esetre ez azt jelenti, hogy ha neki kiszáll ebből a kútból valami, ez micsoda? Ez tulajdonképpen a tegnap esti tévéműsor. Érthető? Tehát ez pontosan az a vízöntőnek jelenleg a világban a működése, az a tévé. Ez azt is csinálja. Mit csinál? Tév útra visz. Tehát ez azért nagyon fontos kérdés, mert nincs jelen, nem tudom fogni, mégis 90%-ban befolyásolja az életemet. Tehát észre se veszem, én nem saját mondataimat mondom, én nem nézek tévét, többek közt ezért sem, de egyszerűen nem is tudja az illető, hogy semmi a saját személyiségében már nem maradt meg. Semmi, mit tudom, hogy tegnap este Vitrai volt, máma este, mit tudom én, ma azt sem tudom, hogy kik vannak a tévében. Hát egyik selejtesebb, mint a másik. Tehát lényeg az, hogy megy ez a nő alak, ez azt jelenti, hogy ez is a kútból jött, tehát a vízöntő tulajdonságok. Ő még nem élte át azt, hogy a vízöntőtől eltekinteni nagyon veszélyes dolog, de a vízöntő nyomán lépre menni az ugyanolyan veszélyes. Tehát ugyanabból a kútból jöhet elő tiszta víz és tiszta képzett csoport, ami aztán tényleg a legmagasabbra föl tud vinni. Nem a tévében van a baj, hanem azokban, akik működtetik. És az mirigy. És ugyanakkor ki tud jönni belőle a legsötétebb, ami végig vonzó. Vonzó. Leül az ember a tévé el, és nem tud elszakadni. Ott van a gomb. Ugyanúgy megnyomnám, ugyanolyan jól lehetnék, mint előtte. De nem, hagyom. Tehát igenis vonz, megy utána. Na most Balgának mi jön ki a kútból? Természetesen egy csirkecomb, vagy egy sült csirke, már nem is emlékszem mely, és egy üveg bor. És azok itt szépen lebegnek előtte, és ő megy utána. Tehát mindenkit a maga legmagasabb eszményével lehet csalogatni. És ezekről kell megtudni, hogy az, amit a tévé ígér nekem a következő választások utánra, az ugyanaz lesz, mint Balga számára, amikor majd a hármas útig visszaér, mi lesz belőle? Por és hamu, azaz a nagy semmi. Na most ezt már átéltük néhányszor, de a lakosságnak legalább 60%-a megint be fog ugrani. Egyébként teljesen mindegy, hogy beugrik-e vagy nem, mert a számítógép úgyis azt hoz ki, amit betápláltak. Tehát ennek semmi köze nem lesz a tényleges véleményhez. De akkor is azért tudni lehet, még mindig nagyon sok ember lépre megy. Tele van Balgával az ország. Tehát ezen túl kell jutni. Tehát ezt a megpróbáltatást nem lehet megúszni. És hova vezet vissza? A hármas útra. Kik jelennek meg újra? Az a három szerep. És itt lehet látni, hogy hova vezet a Kalmár útja, hova vezet a fejedelem útja, és hova vezet a tudós útja. Gyönyörűen lehet látni. Végül is, hol volt egy megoldatlan kérdés? Ott a hármas útnál. Tehát oda kell visszamenni, hogy ezeket a megoldatlan kérdéseket tisztázzam. Mert még mindig volt egy vonzereje annak, hogy de én azért királyfi vagyok. Tehát az egész fölényem ebből fakadt. Hogy az én vagyok valaki. Hát nem vagy senki.
Tehát a teremtésben egy pici kis porszem. És aztán, ha már ezt megélted, akkor már utána nőhetsz. Mert ugyanakkor meg te maga az univerzum is vagy, de csak akkor, hogyha a porszemból tudat is tőle figyelembe vette. Tehát minden esetre már az 5. felvonásnál vagyunk. Hova megy egy kétségbe esett nő? Őt ugyanis nem a 3-as útra vezetik. Neki ahhoz semmi köze. Ott 3 férfi tulajdonság van. Az egyik a pénzészség, a másik a hatalom tébolya, a harmadik pedig hát az úgynevezett tudomány. Ezek tipikus férfi betegségek. Tehát ha a nő beleesik a tudomány tébolyába, annak biztos nem lesz gyereke, vagy ha lesz, az bútordarabként fogja használni. Vagy egyáltalán. Tehát ezek tipikusan férfi hát csábútak, vagy hogy mondjam, tévútak az életben. De ezzel neki kell megküzdeni. Na most a nőnek mivel kell megküzdeni? Hát ez egy nagyon lényeges kérdés. Hova megy? Az éj királynőjéhez. Az éj királynőjéhez. Tehát le kell ásni a lét legmélyére. Miért? Azért, mert a nő az, aki testet ad. Tehát neki a teremtett világ legmélyebb pontjáig kell lemenni. Most erre szokták mondani, hogy persze, mert ő olvasta a Faustot, hát ő Goethénél tudta, hogy az anyákhoz kell lemennie, igen, Faustnak is, és jó van, persze, hogy mindent tudott, meg azt is tudta, hogy te ezt az idétlenséget fogod majd mondani. De egyet kell tudni, ha megéljük az életet, úgyis nekünk is odáig kell lemenni. Tehát ez semmi Goethe, meg mit tudom én, Tarajos Goethe és egyebek, nem kellenek ehhez. Jó, persze, ő is zseni volt, nagyon helyes, de ő nem a Vörösmarty rovására volt zseni, és mi állandóan így játsszuk ki egymás ellen a zseniket. Semmi szükség nincs rá. Minden esetre ezt a részt én hadd olvassam fel. Egyébként a magyar irodalom legcsodálatosabb fejezetei közé tartozik, és nem is hosszú. Hogy tudni, amikor rátalálnak az éj királynőjére, pontosabban ez maga az éj. Az éj királynője az egy másik, az a Varázsfuvolának az egyik szereplője, de gyakorlatilag itt is arról van szó, csak itt az éj a megnevezése. Na akkor ezt a rövid részletet felolvasnám. Ennye-bennye, egyből rá kellett volna találni. Mindjárt jön, igen. Tehát, és egyből arra is nyitottam rá, jó. Tehát az éj, nő alak, sötét, lefátyolozva, és egy folyó vagy patak partján van. Ami nagyon lényeges, hogy ez maga az életvize. Tehát ennek, ez nem állóvíz, ennek van egy folyása. Sötét és semmi voltak énvalék. Kietlen, csendes lény nem lakta éj. Hát ezt az ember szinte már kívülről fújja. És a világot szültem gyermekül. Nőnek most hova kell lemenni? Ez egy tündér. Meg kell tanulni a szülést. Tehát ennek szűz anyává kell nemesednie. Hova kell lemennie? Oda, ahol először szült a világ. Pontosan, ahol magát a világot szülték. Hol van az? Itt van. Erről van szó. Ja, bocs, most megint eltekertem. Elnézést. Mindjárt itt lesz. Ennyi. Tessék parancsolni. Na, már az előbb megvolt. Ötödik felvonás legelső jelenete. Jelentkezzél. Itt van. Jó. Beleteszem ide. Tehát és a világot szültem gyermekül. Mindenható sugárral a világ fölkelt ölemből. Megrázkódtatál semmiségnek pusztaságait. És ezer fejekkel a nagy szörnyeteg a mind előállt. Így nagybetűvel a mind. Ezt utána először Adi fogja így leírni. Tehát óriási az az ív, amiben Vörösmarty hatott. Hold és csillagok a menny csodái lőnek bujdosók, kimérhetetlen léghatárokon. Mik ezek a bujdosók? A bolygók, a bujdosó csillagok. Megszűnt a régi alvó nyugalom. A test megindult, tett az új erő, s tettekkel és mozgással gazdagon megnépesült a puszta térs idő. Föld és a tenger küzdve osztozának az eltolt légnek ősi birtokán. Nem úgy eltolt, mint a mai köznyelvben, hanem hogy széllyel vált.
Megszünteti a tenger habjait, s melyet haraggal ostromolt imént, most felmosolyg a mélyből az ég. És mint egy menyasszony szépen és vidáman virágruhába öltözött a föld. A por mozogni kezdett, és az állat, s királyi fejjel a lelkes porond, mi az a lelkes porond? Mi az a porond? Por. Mi az a lelkes por? Az ember. S királyi fejjel a lelkes porond az ember lőn, és folytatá faját, a jámbort, csalfát, gyilkost és dicsőt. Sötét és semmi vannak, én vagyok, a fény elől bujdokló gyászos éj. A féreg, a pillantat buboréka elvész. Idő sincs mérve lételének. Madárt a szárny, a körmök állatot nem váltanak meg. Kérges, büszke fát letesznek századoknak súlyai. Az ember feljő, lelke fényfolyam, a nagy mindenség benne tükrözik. Megmondhatatlan kéjjel föltekint, merőn megbámul földet és eget, de ifjúsága gyorsan elmúlik, erőtlen aggott egy-két nyár után, s már nincs, mint nem volt, mint a légy fia. Kiírthatatlan vágyjal, amíg él, túr és tűnődik, tudni tenni tör. Halandó kézzel halhatatlanul vél munkálkodni, és mikor kidőlt is, még a hiúság műve van porán, még kőhegyek ragyognak sírjain. Ezer jelekkel tarkán, s fényesen az ész az erőnek rakván oszlopot. De hol lesz a kő, jel, s az oszlopok, ha nem lesz föld, s a tenger eltűnik? Fáradtan ösvényikből a napok egymásba hullva összeomlanak, a mind enyész, és végső romjain a szép világ borongva hambad el. És ahol kezdve volt, ott vége lesz. Sötét és semmi lesznek, én leszek, kietlen, csendes, lény nem lakta éjjén. Na most ebből nagyon szépen lehet érezni, a világ működésének két alapvető komponense van. Az egyik a ciklus, a másik pedig az egyirányú húzás. Na most akár melyiket abszolutizálom, mind a két módon az élet lehetőség szűnnek meg. Na most itt mi a ciklust láttuk zárt körként. Ennek a megfelelője micsoda? Van egyáltalán megfelelője a kozmoszban? Persze, gyűrűs galaxisok. Abban élet sohasem jön létre, és ha közelébe kerül, akkor is leépül. Gyűrűs galaxisok. Ezek a szűz irányában vannak nagy mennyiségben. Tehát egy nagyon lényeges kérdésről van szó, ez a nő alak nem tud másképp látni, csak zárt körökben. Abban nagyon szépen tisztán lát, rengeteg dolgot nevén nevez, egyébként ez a monológ, de ha beleolvasnánk máshol, például a tudós monológia, hol tér vissza a magyar irodalomban? Az ember tragédiájában. De van úgy, hogy az ember szinte fölvisít, hogy ezek előlegezték Madácsnak egyik-másik kitűnő mondat hűzését. Tehát itt egész sorok mondatokból. Nem úgy, hogy szó szerint, szó sincs róla, de gondolatilag igen, és a dübörgése is ennek a nagyságrendjében történik. Na most elérkezik tehát ide, és akkor ha én azt akarom, hogy elérjem a célomat, akkor benne maradhatok ebben a körben, vagy nem? Nyilvánvalóan ki kell lépni belőle. Tehát ez örök életet jelent ugyan, de ugyanabban a körben. Na most kétfelé léphet ki. Vagy fölfelé, vagy lefelé. Most ha fölfelé akar, akkor neki merre kell indulni? Minél magasabbra akarok, annál mélyebbre. Tehát csak lemondás árán tud a legmagasabb szintre jutni. Tehát miről kell lemondania? Erről a halhatatlanságról. Erről. Mert ebben a világ végéig lehet pörögni. Ezt egyébként el is mondja Lucifer annak idején majd Ádámnak, amikor kiviszi az űrbe, és kis hián, hogy belehal ebbe Ádám, akkor ő el is mondja, hogy igen, itt most már keringhetsz, ameddig akarsz. Tehát ott már zárt körben vagy. Csak onnan még visszahívja a föld szellem Ádámot. Tehát lényeg az, hogy ez na most, tehát mit kell megtalálni, vagy mi az a tulajdonság, amit ki kell még magából bontani a tündének? A teljes feltétel nélküli áldozat. Enélkül nincs anyaság.
És nem úgy, hogy jó, én most ennyit, de akkor te is ennyit. Tehát az éjjel nem lehet vitatkozni. Sőt, amikor még úgy fölmerülne az esélye annak, hogy még valamit mond Tünde, akkor ő megfenyegeti, hogy úgy be fogja sötétíteni, tehát nem csak, hogy elveszti a halhatatlanságot, de olyan rúttá fogja tenni, hogy soha emberfia nem fog ránézni. Tehát itt nem lehet okoskodni. Vállalod az áldozatot, feltételnék, de akkor nincs visszadumálás. Vagy nem lesz emelkedés. Zárt körben leszel, és pöröksz, ameddig akarsz. De ezt egyszer lehet elrontani. Tehát nincs több, hogy jaj, bocs, meggondoltam, mégiscsak inkább szeretnék, de nincs meggondolás. Eldöntötted, onnantól kezdve elindultál lefelé, és a legmagasabb szintre fogsz jutni. Tehát ez a bizonyos elsőkből lesznek az utolsók, utolsókból az első. Tehát ezt kellett megtanulni, és lesz is belőle valóban. Akkor most gyorsan, Kalmár koldusát, fejedem elvesztette hatalmát, ugyanis a férfinek nem ez az útja. Ez a nőnek az útja. És bármilyen furcsa hangzik, a nőnek kell először elkezdenie. Tehát az ötödik felvonást valószínűleg éppen ezért nem tudta elkezdeni. Vagy befejezni mindjárt az elején. Vörös Martin, itt nagyon-nagyon vigyázni kell. Tehát itt végülis ne felejtsük el, hogy eredetileg ennek a mesének nem az volt a címe, mint mesének, hogy Csongor és Tünde, vagy Árgyilus királyfi, hanem Tündér Ilona és Árgyilus királyfi. Tehát itt először a nőnek kell lépni. És amikor ő ezt az önkéntes áldozatot vállalja, abban a pillanatban a férfi is megtalálja maga útját. Mert ez az egyetlen olyan kép, ami már nem torsz kép, ami már nem csáp kép, hanem ami valóság. És ezzel már valóban a férfi is megtalálta maga útját. És ezek a csápképei a férfinek, amik szintén kivonnák a család köréből. A karrier, már akár tudományos, akár politikai, akár gazdasági vonalon, azok abban a pillanatban helyükre kerülnek. És innentől kezdve tulajdonképp célegyenesben vagyunk, úgyhogy innen már megint lehet olvasni. Azt mondja, Csongor, aki hasonlóan sikertelennek érzi magát szerelme felkutatásában, emberkerülő bujdosóként indul tovább. Ez az utolsó útja. Tünde és Ilma visszaérkeznek az első felvonás kertjébe. Megint nagyon lényeges a dolog. Hova kell visszajutni a nőnek, és hova kell visszajutni a férfinek? A férfi a hármas útig, a nőnek a termőfáig. És akkor tudnak egymásra találni. Tünde most újra ide varázsolja a csodálatos almafát, hogy Csongor, ha hűséges marad, békét találjon a fa alatt. Őrzéséről is gondoskodik, a nemtőket hívja segítségül. Játszadozásukat mirigy zavarja meg. Na most ez megint egy csodálatos szövegrész, ezt szokták idézni nagyon-nagyon gyakran a magyar nyelv kifejező készségének az igazolására. Tehát ez a amit a nemtők énekelnek. Elolvassam, már nagyon-nagyon unják itten a dolgokat, de azért talán ezt még érne, ez már tényleg a végjáték. Mirigy Düzok úrra, és itt tovább. Ja, hát ez már a legvége, bocsánat. Itt vannak mi. Azt mondja, hogy nem fogom végigolvasni, csak ennyi, azt mondja, leszállnak, és akkor csak a dallamát figyeljük. Játszadozunk, s az óra halad. Légi lakunk van csillag alatt, s a csillag, ha este mosolygva kijő, tündöklik utána az égi mező. Csillag után jár kis seregünk, menny kapuján át játszva megyünk. Ki híle, ki híle a földre, ki hí, a föld ragyog ékes, a föld, az ég ragyog, menny ragyog ékes, a föld gyönyörű. És itt jön az, hogy hopp, leszálltam, itt vagyok. Tehát ez olyan, hogy szinte elindítja a zeneszerzőt. Hát voltak ennek megzenésítései, a leghíresebb az Wagner Leoé, de nem csak ő zenésítette meg. De egyszerűen olyan, amit addig a magyar költészet nem tudott. Tehát tetszessék mellette egy kölcseit elolvasni. Csikorog, nyikorog. Tehát egy olyan bűvölése a magyar szóállománynak arra, hogy a lebegést, a könnyedséget adja. Na most ezzel meg lehet őrizni a fát? Soha. Soha. Tehát elkezdenek egymással enyelegni, stb. Ez még Ilmának a fölfelé húzó része. És kiderül, hogy egyszer csak szúrni kezdi a lábukat a tüske, akkor jön egy, mit tudom én, légy, akkor attól megijednek, és már vissza is mennek.
Nem, ez itt a Földön kell a boldogságot berendezni. Tehát ez így nem megy. És természetesen, ahogy megjelenik mirigy, abban a pillanatban szélvihar van, szétdobja őket. És nem tud mit kezdeni ez a mentalitás a földi gonoszsággal. A Földön megsűrűsödött a gonoszság. Ez tapasztalati tény. Erre nem lehet ilyen tündérkedéssel válaszolni. Szóval ez nem megy. Minden esetre a továbbiakban, most már nem lesz több idézet, azt mondja, hogy mirigy zavarja meg, hogy a fát ki akarja ásni. Tökéletes a kép. Tehát adva van mirigy, adva van az almafa. Aranyalmát terem. Ő neki az aranyalma kell. Mi kell belőle? Az arany. Kiássa, de nem csak azért, hogy neki legyen aranya, hanem azért, hogy azoknak ne legyen jó. Na most, ez döbbenetes dolog, ugyanis ez egy élő fa. Mit csinál a gyökeréig leás? Mit csinál a mai hatalom a mi hagyományunkkal? A gyökeréig ás le, és ott akarja kikaparni. Ott akarja kikaparni. Tehát gyönyörűen lehet látni, ha nem tudom a legmagasabbra tenni a mércét, és tényleg a világot létrehozó szerelmet megtalálni, hát akkor itt a sötétség kész, minden beborított. Tehát itt nem egy-két évtizedre való tanúság van. Akkor még egy egész apró dolog itt a végén. Hogyan lehet ezt megoldani? Azt mondja, az ördögfiak rajta ütnek, mármint mirigyen, nagyon vigyázat. Mondtam az elején, ne bázd a gonoszt. A gonosz saját maga fogja kiirtani. Nekünk a jót kell művelni. A jó meg a gonosz nem azonos szinten van. Tehát a gonosznak az ellenfet, az ellentéte az nem a jó, hanem az ellenkező előjelű gonosz. A jó az egy magasabb szinten van. A jónak nincs ellentéte a gonoszság szintjén. Tehát egy nagyon lényeges dologról van szó. Állandóan ott tévesztünk a stratégiánkban, hogy leszállunk a szintjükről, és elkezdünk velük csetepatézni. Most alapkérdés, akár én csapok a kicsit sziszegős lesz most sárba, akár a sár csapódik én lám, csak én lehetek saros. Tehát ez alapvető kérdés. Na most így kezdjünk el velük vitatkozni. Bemegy a tévébe, és elkezdi az ő jogait, hogy most torzítottak a szövegem, kivágták. Na most akkor ezt megint kicikizik, így fognak fényképezni alulról, hogy műfogsorod így fog majd csattogni, és akkor szóval kész, teljesen fölösleges. Most mit csapkodod, az csak te leszel még sárosabb. Ott ők vannak otthon. Tehát minden esetre az ördög viszont, amikor már tényleg betelt a mérték, akkor úgyis ellene fordul. Elkapják mirigyet, és megkötözik. Most erre ő elkezd vitatkozni velük, vesztére. Miért? Ki kell adni a kártyáit. És a háttérben már megjelent Tünde és Ilma. Tehát végig hallgatják, hogy hogyan csalta meg ezekkel a tév képekkel őt magát, Tündét is, meg Csongort is. Abba a pillanatban minden a helyére zökken. Az ördögök mirigy ellen támadtak. Ez úgy is lehet, hogy mit tudom én, például leteszik a miniszterelnöki székbe. Tehát ez teljesen mindegy, most én nem akarom azt a kort miniszterelnökséggel megvádolni, mert teljesen fölösleges, akkor még Magyarországon nem volt miniszterelnök. De nem volt kit letenni. De minden esetre semmi. Hát itt az ördög a mirigyet eltávolítja. A lényeg az, hogy Tündéhez viszik, ráadásul. Tünde és Ilma kihallgatta a jelentet, a tündérlány előtt világossá válik mirigy ármánykodása, és újra hisz Csongor szerelmének álhatatosságában. A manókat szolgálatába fogadja. Na most, ez egy kritikus pont. Az ördögök abszolút sötét erők, vagy viszonylagos sötét erők? Hát erről van szó, hogy viszonylagosak. Hát a magyar népmesék nagyon sok példát adnak rá, az ördögök segítik a hőst. Egy éjszaka alatt megcsinálják azt, amit egyébként lehetetlen lenne megcsinálni. Pedig ez a feltétel a hősnek. Ez attól függ, hogy ezekkel a tulajdonságainkkal hogy bánunk. Mert hiszen ők is jelen vannak az életben, ezeket nem lehet kiirtással. Szó se lehet rá, a maguk helyén nagyon is fontos szerepet játszani. Meg kell találni a helyüket.
És nagyon lényeges dolgokról van itt szó, és meg is találja Tünde, de abban a pillanatban ők már az érdekében dolgoznak, tehát a jót szolgálják. És a megbízza őket, ha valaki a fa alatt megpihenne, ejtsék foglyul. Ez azt jelenti, hogy ne engedjék az addigi útján járni. Miért? Mert rossz úton jár. Tehát most ezek a tulajdonságok segítenek lecsitítani. Azt mondja, hogy ne nyüzsök, csongorkám, ne nyüzsök, hát nem veszed észre, hogy rossz úton jársz. Most pihenjél le, befelé tájékozodjál, és akkor fogsz engem megtalálni. És ennek nagyon jó eszközei. Ezek a jó útra terelődő ördögök. És akkor reménytelen csongor lesz az áldozatuk, a megkötözött ifjú bűvös zenét hall, és szerelméről álmodva elalszik. Tünde érkezik Ilma és Balga társaságában. Az ő sorsuk hamar elrendeződik, Ilma visszatér a földre feleségnek. Csongor arra ébred, hogy Tündér palota emelkedik a kertben, amelyben a lefátyolozott Tünde lép ki, megint lefátyolozva, vigyázat. Tehát még az utolsó pillanatban is föl kell tudni ismerni. És még ott is egy rejtvényt ad föl neki. Tehát két lehetőség közt választhat. Vagy tovább megy az útján, érthető? Hát éppen ebből kötözték le, de most felszabadította. Szóval, ha akarsz, akkor a végtelenség járhatod ezt az utat. Vagy pedig itt maradsz, és akkor leleplezi magát, hogy és itt ebben a palotában, és velem élheted le az életed. Na most vannak esetek, amikor az ember azt mondja, hogy hát tudod, azért a helyzet az, hogy mégiscsak jobb volt a vándorlás, de ez most nem az az eset. Tehát végül is ez a lelepleződés, ez csak azt jelenti, hogy na most végre tényleg megismertük egymást. És mind a ketten átmentünk a beavatás összes fokozatán, amit megtarthatunk, megtartjuk, amit le kellett vetkőzni, levetkőztük, és innentől kezdődik a kettőnk története. A mesének vége, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!